Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Alexeba Gamingen, én Sanyi vagyok, és a mai streamben, vagy mai videóban pedig ellátogatunk újra a 3.24-es PTU-ra, és megnézzük, hogy hogyan sikerült egy hét távlatában fölpecselgetni, mert azért volt jó néhány patch a héten, úgyhogy gyertek és tartsatok velünk. Az Alexeba Gaming hivatalos Star Citizen orgia a Rézangyalok. Az Alexeba Gaming együttműködő partnere a Star Citizen Utikalóz stopposoknak. Itt is vagyunk, sziasztok srácok! Sziasztok! Hűt, sziasztok! Olyan van most, ami még nem volt, hogy fél órával korábban tudtam elkezdeni a játékot. Úgyhogy ennyi időt tudtam nyerni most. Remélhetőleg a játék is meg fogja hálálni. Csánari, csábaboly. Úgyhogy bízzunk benne, hogy múkodik. Csáver. Ez a kioszk most nem fog működni. Ezekkel még az a baj, hogy vagy működik, vagy nem működik. Általában minden második vagy harmadik működik. Most úgy vettem észre, a javarészt működnek. Az előző bejelentkezésem... Ahol fél óra múlva még bőven itt vagyunk. Úgyhogy addig kitartunk. Csá, Mikrobi, szia! Mi a helyzet, Citizen? Micro-Citizen. Megnézzük, hogy mi újság van itt a 324-es PTU-n. Szia, Petya! Csá! Aztán lássuk meg, hogy sikerült. Hallottam róla már hideget, meleget. Van, akinél stabil, van, akinél kevésbé stabil. Ez megint csak build függő is, hogy a PC-n hogy teljesít a dolog. Van nekem itt már egy fegyverem, majd kell egy kargó shopból kell majd nagy traktorbeam. Most viszont csak az alapvető dolgok kellnek, ami Cruise Lux. Mondjuk 12 palacka, akkor kell nekem, azt mondja, hogy P8 SC lőszer. Abból egy 30-as magunkra aggatunk. És kell még... Mi kell még? Medpen. Minden ennyi. Ja, nincs Magic Inventory. Megyünk akkor a kioszkhoz. Igen. Most váltakozva játszom a Live és a PTU között, úgyhogy nagyon... Na, ez most működik. Meg kell szokni. Na, így már felöltöztem, annyi időt nyertem magunknak. Van nálam ilyen Paramed Medical Device. De előbb nézzük meg. Ja, itt van ez is. Nagyon jó. Akkor már ezért se kell elmenni. Hanem. Én akkor szerintem a kis traktorbímet nem is fogom hozni. Teljesen felesleges. Mit gondoltok? Én hozom azt is meg. Hát végül is ja. Ja. Lehet, hogy tényleg jó lesz csak a izjana. Ja, viszont ha nagyot elhagyod, az ciki. Jó, volt lesz nálam. Volt, kicsit is elfér. Így van. Enni nem kér. Ja, én viszek kicsit is, az is lesz nálam. Én is már akkor meggyőztetek. Traktorbeam attachment is van nálam. A kicsi azért lesz jó, mert hogyha változatosan akartok játszani, akkor tudtok vinni cutter attachmentet is például.
vagy... Egyetleg a Vantól nem kell félni. Például, igen. Hát pedig ideje lenne kipróbálni, Robi, mert NVMe SSD-dal azért sokkal gyorsabb lesz a játék. Az borítékóval mondom neked. Ide jöhet a Paramed Medical Device. Ez általában szokott lenni itt-ott lőszer, de most nem hozok hozzá semmit, hanem egy patron lesz nálunk. Azt mondja, hogy Susztiba itt van a 12 pia, az ammóba itt van a lőszer, és a maradékot betesszük a kis táskába. Igen. Hát úgy nagyon nagyjából meg is volnánk. Szerintem ezzel több időt nem érdemes. Shine Energy, vagy hogy kell ezt kimondani? Jó, veszek. Veszek. Chatroll Traktor. Csumi, üdvözöllek. Jó. Felőlem irány a Spaceport. Na, jó. Kipróbáljuk ezt a gyorsítós ücsit is. Figyelj, nálam van a kis multitool, akkor a nagy. Jó, medpenek vannak nálam, de fegyvereket meg ilyeneket még egyelő nem vásárolgattam, úgyhogy nincs semmi. Hát itt van a fegyverbolt. Visszaszaladjunk legalább egy SMG-ért, vagy valamiért? Akkor én visszarohanok. Visszamegyek veled. Nézek én is akkor valami reflexet addig, ilyen sightot rá a fegyverre. Szóval úgy hallottam az egyik cimborámtól, hogy az in-game megvásárolt hajókat is most már lehet kérni a hangárba. Arra nagyon kíváncsi vagyok. Főként az érdekel egyébként. Megnézzünk howlingos küldetést, meg még találhatunk magunknak valamit. De hát a reflex egyszeres, így van. Ez meg is volna. Viszem a jól bevált P4 aért. Aha. Jó. Ó, telefonom van pillanat. Na, egy olyan helyzet állt elő, hogy ki kell vennem segíteni. Egy pár percet kérek. Addig leülök valahol karakteremmel. De megy a blockade render is. Az is folyik éppenséggel. Jó? Na, átadom ezt a kis IRL dolgot, és akkor mindjárt jövök vissza. Jó, egy kis türelmet kérek. Oké. Thank you.
Visszatértem. Mi a tényállás? Hát meg kell tanulni újra játszani. Igen. Ó, Pixel Bandito, nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Yeah! Köszönöm szépen. Akkor mehetünk a Spaceportra, igaz? Én már kijöttem, mert én arról, amit az előbb említettél, mielőtt elmentél, én azt nem tudtam. Hogy elvileg az ingén vásárolt hajókat le tudod kérni a... És valóban le tudod? Nem tudom, most még megyek a... Még a hangáron kérőhöz. Jó, oké. Gyors előre szaladtam már. Jó, jól tetted. Most jön a tremem, úgyhogy azonnal tudok menni. Na, hát a hagyományos helyen, ahol eddig lekértük A18-nál, ott nekem csak a saját hajóim vannak. Amik Manier vásároltak. Igen. Ja, de persze, hát itt én nem vásároltam in-game hajót. Ugye ezért nekem itt így nem is lehet. Azt előbb meg kell nézni. Azt viszont figyelj, azt te tudod megnézni. Ajzéval. Ja, de nem, mert az live-on van. Majd a C2-vel. Nekem is live-on van mindenem. Ezek a hajók. Nekem is live-on. Úgyhogy... Ja. Jó, akkor viszont... Azt most így nem tudom. Én arra gondoltam egyébként, hogy azt gondoltam, hogy azokat a hajókat, amiket live-on vásároltál, itt meg tudod már, le tudod kérni. Hát csak live-on. Hát mondjuk régebben én vásároltam, mert amikor a Reclaimert, amikor behozták, hogy működnek a funkciók, uh-huh. amikor elkezdtük használni a Reclaimert, akkor én akkor megvettem azért a Reclaimert. De hát az... In-game? Igen. De ez még akkor volt, ez még mennyi volt? Még 3.22? Hát... Lehetett? Lehet. Most, igen. Régóta van Reclaimer. Ja. Most a Gladiuson van, FHC, Super Hornet, Mirai Fury, Aurora MR, meg a Scorpius, kész, ennyi. Uh-huh. Akkor csak azok a hajók vannak, amiket pénzért vettél. Valószínűleg akkor nálam is így lesz. Ja, baboly, amiatt ne aggódj, hogy még nem értél haza. Mert még vagyunk. Csak a gumicukrokat ne. Jaj, ne! Csak a gombokat ne, gumicukorból vannak. Ez így van egyébként. Na, nyomok egy kis shiftet. Az a beszéd. Kovi, neked mennyi lóvéd van? Live-on vagy PT-un? PT-un. 9.812.000. Aha. Nekem még 14,5 millió van. Nem költöttem. Na, akkor gyerünk. Most már be lehet menni a Persistence hangárba, anélkül, hogy itt hajót le kéne kérgetni. Jössz velem? Igen, jövök. Meg amúgy is jövök veled, mert nincsen nagy hajóm, úgyhogy nagy távokat nem tudok ugrani, mert hogyha olyan helyre akarsz menni, akkor a Scorpius-szal alap felszereléssel nem tudok elmenni. Persze. Vagy alaphajtóművel. Így. Jó. Yeah. Fú, de várom már, hogy live-ra jön az a cucc, és úgy kicsit állandósuljanak a dolgok benne. Na most, hát a kargóhajom nekem sincs kimondottan egyébként. Amiben tudunk howlingos küldetést csinálni. A HH van, ami nagy. A retibe ugye nem tudsz pakolni. Piszkesz van, a kárák van, abban sem nagyon tudsz pakolni. Az Alt Spirit van, aminek még van egy pár ekció helye ott hátul. Aha. Abba talán valamennyit lehetne rakodni, ilyen kisebb küldetéseket meg tudnánk vele csinálni. Vagy megint itt a Starfire, ugye, amit lehoztunk először. Abba hát, fér bőve. Inkább. A múltkoriból tanulva inkább a Spirit most, szerintem. Szerintem is. Meg főleg, hogyha csak ketten vagyunk még jelen pillanatban. Cs,
Csá, Macsek, 1000 éve, mi a helyzet? Szia, szia! Gyere, Macsek! Gyere te is, nyomni! Rácok, majd szóljatok rám, hogy live után kérdezzek valamit, jó? Rendi csek. Oké. Na most elrejti a varázslatot, figyelj. Igen. Jó, gyere, itt vagyunk. Most csiribá, csiribá. Csiribú, csiribá. Nem csalás, nem ámítás, családi csomagolás. Gyönök, picike. A kalapból a nyuszi helyett én valami csinos, bögyös bigét kérek szépen. Oké. Okay. Van az az AO, ez biztos. Ja, ja. Jöttem. Cső, Macsek. Jaj, még nem jó. Ezt kinyomjuk. Jó, most már jó. Mi a helyzet? Arra felétek? Próbálgatjuk a Péti út. Uh-huh. Jó, akkor itt van. Hát mindjárt lenyitom a hátulját és nézd meg, hogy mire gondolt a költő. Esetleg van egy CS Spiritem. Vizé csomagszállításra, gondoljátok. Hát gondoljuk. Jó. Zaj Spirittel is pár ládát azért el tudunk vinni itt hátul. Hoppá. Itt van, ennyi helyen van itt ebbe. Tehát ez pici. Két napja letöltöttem ezt a PT-t, mondom, kipróbálom ezek az új dolgokat. Hát eddig tetszeszős. Ugye, ja, jók a hangok, nem? Ja, biztos. Főleg amikor a szomszédban is még azt is hallom, hogy mit művel ott, az úgy meg pláne. Ja, igen, a szomszéd hangárból átszűrődnek a hangok, igen. Néha azt hiszem, hogy az érak a hajómat viszi el, ahogy hívják, a lift. Van nagy hajom szállításra, csak az tehát indokolatlanul nagy. Várjatok, elsősorban hadd nézzek egy küldetést gyorsan. Itt van már. Itt 7 SCU karbont kell összegyűjteni. Például. Azt ezzel is meg tudjuk csinálni. Ezt gyorsan megcsináljuk. Ezt te is vedd föl szerintem. Kovi, tudod? Ez a 13K-s első küldetése, Kovalec. 13, jó, mindjárt nézem, pillanat. Az a kör, amit csináltunk a legutóbb, ami a... Várjál, nekem ez 10-es CU-t ír. Vissza tudsz menni a izébe, a... Hova? A küldetéshez, hogy melyik az, mert nekem itt van több. Hogy igen, lássam, hogy te melyiket vetted föl. Ó, Pixel, köszi szépen azért az ajándékszubot. Köszi szépen. Nézem, pillanat. Szerződések elfogadott. Nekem Bajgini Pointról kell 7 karbont. Rúki rang. 7 SCU karbont kell a Riker memóriába visszahoznom. Ez ugyanaz a kör, amit a múltkor csináltunk. Szerintem ez lehet, hogy ugyanaz, csak nekem, igen, a Riker memóriába, csak nekem 10 SCU-t ír. Jó. Hát akkor olyan hajó kell, amiben 17 SCU-t befér. Mindegy, én ezt most elfogadtam. Rendi csek. Magamnak, de figyelj, ezeket a küldiket már egymásnak meg tudjuk osztani. Már van itt megosztás. Neked van share gomb? Nekem van share, csak tényleg, látom az élet. Nekem is van, itt van. Akkor megosztom neked ezt a hetest, megosztom ezt a hetest. Oszd meg, de lehet, hogy mivel ugyanaz, nem fogom látni. Csak annyi, hogy nekem 10-et kell elhoznom, neked meg 7-et.
Mert én is osztottam neked, és láttam, hogy nem kaptad meg, úgyhogy szerintem ez ugyanaz lesz. Valószínű. Ja. Na, mi legyen akkor? Ezzel a hajóval menjünk? Hát ha figyelj, hogyha van ennek mekkora kargója? Hát ennek nem nagy. Hivatalosan nem tudom mekkora. Jó, de ide nem hivatalos részre, ide is tudunk pakolni. Bárhova. Felupgrade-eltem a retaliátorra az A1-emet. Vagy a C1-emet, bocsánat, ez az A1. És ugye a retaliátorral annyi a baj, hogy nem tudod belepakolni, mert nincs lenyitható része, amiben bele tudnád azt a 80-valahány FCU-t pakolni. Vagy 70-valahány FCU összesen ott az első, meg a második szegmensben a hely. Úgyhogy... De van hozzá cargo modul, csak ugye nem tudod bepakolni ever. Mert nem nyílik le, nem tudod berakni a dobozokat. Csak ugye kereskedni jó vele, mert ugye van az autó bepakolás, és akkor az autó bepakolást azzal meg tudod oldani, ha a TDD-ből belekéred a hajóba. Igen, csak a portálos vagy olyan. Sajnos. Kész a 10 órai. Vagy az ebéd. A launch complete. Hát, ja, ez a... Van cargo modulod, de nincs, mert nem tud mind nagyon mire használni, az a baj. Ez az. Na, csak körbeforgatott a rohadékja. Igen, ugyanúgy van, mint az A2-nél, csak ez kisebb bombát dob. És ebbe 10 darab bomba van. Ez inkább ilyen földi járművek ellen jó. Nem lehet vele 1,2 km rádiuszos, vagy igen, pusztítást végezni. Tehát, hogy itt azért többen életben tudnak maradni. Ezzel is volt már hentessel egy jó kis élményünk. A stopposokkal, amikor csináltuk ezt az eventet, ezt a versus eventet is. Ever biztos emlékszik rá, hogy a Zsolti oda baszott egy bombát a többiek közé, a konvoj közé, azt lepusztult az egész. Kezdhettük elől az egészet. Nagyon kemény volt. Ja, ott a kőkövön nem maradt. Jaj, amúgy. A konvoj event, igen, az jó volt. Yeah. Az síros volt, az jó volt. Na, akkor repülés üzemmódba váltunk. Ez is picit idegesítő, hogy ugye idő kell neki, ameddig így magához tér a kvantumugrás után. Küldtem barátfelkérést. Elfogadtam elméletileg. Meg én is. Ja jó, oké. Nari Macinek mi a neve? Mert úgy nem találja kereső. Nari, nyilatkozz. Maci? Ja, megint majd az össze lesz szervezve. A Nox-szal beszélgettem legutóbb, csak... aztán ugye erre nem tértünk ki, mert nem sokat tudtam vele voice-csetelni, de majd... fölveszük újra a kapcsolatot. Nem tölti még PTU-t. Tölti még PTU-t? Maci. Ja, igen, ő tölti. Le. Ja, jó van. Még jön neki. Akkor hiába keresem itt, mert itt nézegetem, hogy írják a nevét. Oké. Okay. Na, próbálok. Matáv ISDN-en csak úgy izének. A vezetékek puposodnak. Hadd jön az izé kakaóval, mint az állat. Na, akkor gyerünk.
azaz Pix. Én is támogatom. Ezek jók szoktak lenni, ezek az eventek. Szeretem őket. Csak majd azért a voice chatre kell jó megoldást találni. Na most, az a cumi, hogy nem tudok megfordulni ebbe a hangárba a hajóval, igaz? Nem hát. Hát akkor menj ki, azt eleve tolass be. Nem, mert két freight elevator van, látod, ott jobb oldalon is van egy. Simán megfordulsz, mert 180 fokba is simán megfordítom a CS Spiritet, meg én 90 fokkal el szoktam fordítani, és itt a jobb alsó hangároshoz szoktam betolatni. Ja, igen. Fordítsd el 90 fokkal, és tolassod a hangárhoz. És akkor könnyebb, nem kell ilyen elalakba a látikákat kiúzni, aztán meg elfordítani. Csak bent a raktérbe, csak bedobálod a liftbe. Vagy fordítva. Oké. Okay. Már egy pár napja már ezeket így tesztelgetem. Mindjárt megnézzük. Így már biztos jó lesz. Igen. Partimpet kérhetnék? Majd. Mindjárt. Ha leszálltál? Nyitom a hajót. Persze, lent vagyok. Jó, mehetünk kikérni. Várjál, most azt kipróbálom már, hogyha te kikéred a tiédet, és én a hajónak a izéjával rálátok, hogy be tudom-e húszokat. Na ez az, erről van szó. De viszont várjál, ahhoz... Ahhoz vissza kell... Indítsam a hajót. Nyugodtan csináld. Na és akkor itt van elméletileg a küldetés, innen kell felrántanunk az árut. Leküldöm a liftet. Ez is baszott jól hangzik. Oké, itt van a 7 cucc. Ja, egyébként ezt is meg lehet csinálni. Ha sok cuccod van, akkor ide kihúzod az ablakot. Mindegyiket meg lehet csinálni így. És akkor tudsz... mi a fenézni? Jobban válogatni. Azt mondjuk az megcsinálhatnák, hogy a sok-sok kis kargót egy kargóba bele rakni. Na. Na most az a baj, hogy tehát elvileg most le tudtam mozdítani a izét, mert a turretet azt átmozgattam alulra, csak nem adja sehol a izét a remote turretet. Macsek, neked arra valami ötlet? Nem tudom. De nem áll, hogy nincs dedikált cargo hely egyáltalán ezen a hajón. Hát ez csúnya lesz. Nem adja. Ugye, ha vártok egy pár percet, akkor felmegyek a CS Sprittel, ezt akkor abba dobáltam, mert az 64 cargos. Persze, megvárunk. Csak én próbálok itt addig valamit csinálni. Jaj, nem ez kell. A party invite-ot kéne neked adnom, igaz? Már is adom. Igen. Köszönöm. Jaj, oké. Na, a party invite gyorsan. Itt is vagy. Oké. Na. Legalább egy Cutlass Black-et, vagy valamit szereznem kell, hogy tudjak így egy kicsit kargózgatni. El kell menni Lorville-be, azt gyorsan venni egyet. Ja, amúgy igen. Csak nem robban fel a bomba. Melyik? Hát itt nálam a hajóból, hát mondjuk bombázóval jöttünk kargózni. Van stílusunk, nem? Ja. Így kell azt csinálni.
Megkapom a csomagomat, vagy felrobbantom az egész kódszeret. Ezek is egy tonnás dobozok, nagyon durva. Ja. Olyan nehezek, mint a sár. Ugye most már megcsinálták azt, hogy érezni lehet a súlyát ezeknek a cuccoknak. És baromi nehezen jön, nyúlik, mint a takony. Érdekes. Utkán néztem egy videót, egy csávó tesztelgette, hogy például a mast lifttel a 32-es ECU-t maximum 70 méterig tudta kinyújtani, eltávolítani. Hú, még ide be akarunk szuszakolni 10 dobozt, jó legyen. Még ide... Szerintem nem hiszem, hogy be fog férni, próbáljuk nem. Meg. Ide még a bombák mellé féreget azért, csak tudjunk elmenni közötte. Csak nem fogom tudni, hogy melyik volt a te dobozod. Hát, igen. Igen. Az a bajom ezzel. Várj, akkor küldd vissza, és akkor megcsináljuk külön. Jó, oké. Okay. Ilyet még úgyse csináltunk. 2 perc alatt ide lehet jönni, 250 kilométer. Storold vissza, és akkor mindjárt visszajövünk érte. Ilyen indokolatlan váltás hangok vannak, amikor ugye váltod az izét, az üzemmódokat. Én nem tudom, hogy miért adja ezt a hangot, de ez biztos, hogy bug. Ez a folytos csipogás? Nem. Nem. Bár nekem azt csinálja, ha előveszem, ahogy jöjjét ilyen, mint a szívben is. Olyan hangot ad ki. Nem, amikor váltod át a módokat az SCM-ből a izébe. Az a repülőüzemmódban az szokott lenni ilyen. Jó. Ezt megvárom, míg kinyílik. Nem várom meg. Azért így csak könnyebb volt így bepakolni, nem? Ha így rá vagy fordulva hangára. Persze, nem könnyű rongálni. Meg a... Szerencsére hagytak annyi helyet, hogy így el lehessen fordulni. Meg közben én is rájöttem, hogy hát ez nem a kargós hajó. Hát persze, hogy nincsen izé a traktorbímje a hajónak. Igen. Az enyémnek van. Ezt a hangot hallom mindig a hangárba. Ezt. Így ezek a hangok így jönnek. Mikor kvantumba váltasz, az a hang jön. Amikor a hajóba fölmész. Nekem legalábbis az a bug szokott lenni. Nekem meg az izé, hogy én szoktam hallani, hogyha... Ha például Distribution Centerre küldit csinálunk, és valaki már a hátitatyójába húzza be a tárat, és onnan táraz, akkor ugyebár ott, ahogy... Adja azt a hangot, ahogy kever, kavar, és az folyamatába szól. Igen. Igen, hogyha közel megyek az illetőhöz, akkor azt lehet hallani, hogy ő folyamatosan, mint hogyha a táskájába turkálna a következő tár után. És igen, annak is van egy ilyen hangja. A stekkelés hangja. Ja. És a fejben a többi hang mit mond, ő mit hall? Hát, azok mondanak mindent. De azoknak nem hiszünk. Jó. Gyerünk, ugorj oda. Ja, szerintem mindenkinek itt van az a hangglitch.
Ja, azt mondják a hangok, hogy normális vagy. Hát ez teljesen normális. Mindjárt vált. Ez az. Na, ezek a markerek jelzik nekünk, hogy jó helyen vagyunk. Ugye sokszor régen a szkennelgetéssel tudtad csak így megkeresni a spaceportot, ha a 18-nál nehéz volt megtalálni, mert ugye ha olyan helyről jöttél, akkor ugye nem ebből az irányból érkeztél be a városba, és hát ugye nehéz volt megtalálni, hogy most akkor melyik része melyik. Főleg ilyenkor ugye, amikor sötét van. Sokszor jártam úgy, hogy spaceport fölé dobott ki, és magam alá nem néztem, és körbe mentem mindenfelé, és kavarogtam össze-vissza, mire megtaláltam. Utólag rájöttem, hogy hát csak magam alá kellett volna nézni, mert ott volt alattam. Ja, igen. Az is egy nagy baki. Ma elmentünk, megkerestük azért a Javelin Ranchot Daimaron, és akkor ott is ugye meg volt adva, hogy merre kell pontosan menni. És ott is pont úgy találtuk meg, hogy ott kavényáztunk, és így lebuktattam a hajóórát, és ott volt. Nagyon tanulságos volt. Közben bejöttem a hangárodba, úgyhogy... Kérd ki a hajódat. Oda gyere. Csak először már megvárom, hogy megnézem a leszállást. Ahol már nyílik is a hangárajtó. Ja, már most kértem az engedélyt. Aha. 4 kilométerre vagyok a hangáromtól. Szerintem ez a hangáros cucc, ez annyira adja, nekem annyira bejön basszus, hogy ezt nem is tudom szavakba önteni. Nekem nagyon tetszik. Igen, ez nekem is. Nagyon lehet találták. Igen, a sok hányattatás után, meg rossz dolog után azért ez már így... Azért őszintén szóval egyszer-kétszer azért a saját hangáromból is kidobotta, hogy hívják a szerver. Persze, azt mondta, hát... hogy illetéktelen vizé vagyok a saját hangáróba, azt kirakott. Jó, hát időkérdés, és ezek orvosolva lesznek. Mondjuk annyiba jó volt, mert ugye amúgy is ki akartam menni a hangáromból, csak így akkor nem kellett liftezni. Igen. Jaj, mögöttem észtök. Úgyis leküldöm ezt a hajót, és akkor följövjük a tiédet. Jó. Mert most már ugye ezt meg lehet csinálni. Ja igen, pont ezt akartam kérdezni, tehát most itt vagyunk Sanyi a te hangárodba, de most Macsek ide le tudja kérni az ő hajóját? Szerintem le tudja. Mindjárt megnézzük. Aj, de szép leszállás volt. Mondjuk hát ekkora hangárba. Ja, aki nem tud leszállni ekkora hangárba, az bassza meg. Így van. Kb. Ja, majd berendezzük, Pix. Elméletileg le tudom kérni, mert itt van a hajóm, itt van a voucherem. Csak ugye természetesen ugye először a rámpáról el kell vinni a hajódat. Majd bedobáljuk a dobozokat, leadom a küldetést, és akkor visszamegyünk Covid dobozaiért a tiéddel. Jó van, oké. Okay. Lenyitott Covid? Nem tudom, mert arrébb kell rakni itt a konténert. Parancsolj, barátom, parancsolj. Csak én nem akartam megfogni, tudod, mert... Nem is kell, persze. Lehet, hogy már nem fogod tudni rakodni. Na, láncba állunk? Vagy... Lánc. Szerlánc. Igen, most nem álltam be oda. Nem baj. Olyan 30 méterig beküldöm nektek. De nem azt, amire gondoltok. Komment. Miért? Én a dobozra gondoltam, nem tudom ti mire gondoltatok. Hát sok mindenre lehet gondolni. Persze. Mondjuk van, hát egy van egy-két kollega, aki ilyen kis pervez. Nem pervez, csak rossz az, aki rosszra gondol. Így van, piszkos a fantáziájuk. Így van. Szígyeljék magukat. És mikor Zsolti nincs is itt, Jézusom, az most már adná alám a lovat, biztos. Az biztos. Innen is üdvözöljük a kedves Zsoltit. Reméljük jól érzi magát, és minden rendben. Ne, csak nem nyaralni van. Nem tudom. Ja, délután beszéltünk, úgy. Azt mondta, hogy jön ma. Hát...
de hát a... Na, de most még így is azért korábban vagyunk, szóval na, ne bántsuk. Még lehet, hogy nem eszmélt fel arról, hogy Jézusom, itten történik valami a Titchen. Várjunk, ez az. 30 méter. És ez az utcsó. Szóval igen, ez a hangáros dolog, ez nagyon el lett találva. Abszolút. A teherliftnél azt megfigyeltem, hogyha nincs rendesen a konténerek a helyén, akkor nem megy le addig a lift, amíg nem rakod a helyére. Hopp, itt megint volt egy kis hangglitch. Hogyha erre figyelni kell. Jó. Szóval dedikált helyen legyen a konténer. Mindenféleképpen, hogyha az egyik valami oknál fogva valamiért a dedikált helyre nem ugrott be, kijelzi ott igazítani. A pult, igen, fogja jelezni, hogy valamelyik nem jó. Vagy ha véletlenül túl dobod a dedikált, be a sarokba, véletlenül beküldöd. Már olyat igen, is csináltam véletlenül. Látjátok, itt volt az ablak, amikor ki tudtam választani, hogy a contract order teljesítem, vagy csak elrakom a dobozokat. Ilyet is lehet. És kész. Én csinálni, szalvicseltem ezt egy csomót, és én például űrállomásokra raktam le a voucherből a cuccokat. Ezt így szépen el lehet raktározni, azt utána majd kiveszed, és elviszed egy szállítóval. Tök jó, ugye ez. Akkor leküldtük a hajót, ez így most rendben van. És akkor hívd fel a tiédet, és akkor majd én vezetek, ha nem baj. Jó, jó. Szeretném vezetni. Oké. Akkor visszamegyünk Kovic utcaiért. De az a jó ebben, hogy már csak a hangárokig kell elmenni, hogy tudjál, ha nem kereskedsz, ha nem küldetéseket csinálsz, akkor hangárból hangárba kell szállnod kb. Igen. Csak akkor kell kimenned a városba, vagy valamiért. Leestél, Kovi? Vagy Pix? Vagy Macsek? Én itt vagyok a pultnál. Ja, jó. Ja, itt van Macsek. Azt hittem. Az RMC áráról nem tudok nyilatkozni, mert ebben a patchben nem szelvizseltem. Csámicu! Te is hogy vagy? Nagyon-nagyon rég láttalak. Minden rendben, megy a nyár. Akkor kérd ki a hajódat, Macsek. Azt csinálom, csak okay. Még előtt le kell hívni. Persze. Megy a nyár. Minden rendben egyébként. Meló nyaralás volt mindig, most egy kis beteg Szabi van, előtte voltam Szabin, de sajnos megnyújtottuk egy kis Covid-da, de most már mindenki rendben van, úgyhogy töretlenül haladunk előre. Úgy voltam vele, hogy streamelek a héten, hétköznap is egy kicsit nektek, de a Covid miatt annyira szarul voltam, hogy én elfogadom a Blockade Runnert, vagy elfogadtam, nem fogadtam. Mert majd azt is meg kéne nézni, jó? De előbb kargózzunk egy kicsit. Jó, annyi a kizé, hogy én hiába lekértem a hajómat a saját hangáromba. Innen látom, hogy 1,2 kilométerre van. Örülök neked, Micu, hogy itt vagy. És hogy a Szabitból rám áldozod az idődet. Úgyhogy át kell menni az én hangáromba. Át kell menni a te hangárodba? Hát ezek szerint igen, mert oda húzta le, oda egyet. Ide nem valami. Pedig hiába itt kértem. Kösz, Micu. Jó. Megyünk át akkor a tiédbe, jó? Igazából lényegtelen partiba vagyunk, hogy kinek a hangárjába vagyunk. Igen, sok változás történt. Például itt vannak ezek a hangár cuccok. Látod, itt most már van hajó lekérő a hangárban. Mindjárt átmegyünk a Macsek hangárjába, és ott megmutatom a többit. Hajó lift. Sanyi, gyors kérdés, mennyi pénzed van? 14,5 millió. Ez a... Mit szólna egy C2 Herkuleshez? Azt vegyünk? Hát átküldöm az én pénzemet, mert ugye PTU-n nem igazán szoktam játszani, és akkor meg tudod venni, mert itt most 18 millió. Aha. Én is beszállok, hogyha arról van szó. Vagy 8 millió. Hát meg én is be tudok szállni, arról van szó, nekem is van majdnem 10 millió. De hát jó lesz ez a kicsi, nem? Kargózni. Vagy vegyük meg a böszme nagyot? Akkor el kell menni Crusaderhez. Szóval itt, ha bejössz a hangárba, akkor itt a hajó lekérőd. Már nem kell elmenni Crusaderbe. Itt Areal 18-ban is meg tudod venni a C2-t. Igen? Most néztem meg, igen. Jó. Hát akkor... Én búlka véletlen fedeztem fel. Hát akkor legyen, hát miért ne, például.
Most már, ha bemész a játékba, Micu, akkor ilyen storage access-eket fogsz találni, amik most már működnek is. Ami azt jelenti, hogy bemész a képernyőre, és itt férsz hozzá a cuccaidhoz, amik itt vannak a lokálba. Nekem is például itt van minden cuccom, Aria 18-on, mert ez az életedő helyem, tehát itt vannak a cuccaim. És hogyha valamit magammal akarok hozni, az például be kell itt tennem a táskámba. Beteszem a táskába, és akkor X, és akkor ez velem lesz addig, ameddig jövök, megyek itt. A batyumba benne van. Ha meg veszel valamit a shopba, akkor azt is itt tudod intézni ezen a kioszkon. Mindent. Öltözködést, páncélt, mindent, amit veszel, az itt lesz bent, ami a lokálban van. És ezt a lokál mappát, vagy a lokál inventory csak innen tudod elérni. És akkor ugye a lootolásnál ez nehézséget okoz, mert konténerbe kell lootolni. Srácok, akkor el se induljunk ezzel? De menjünk el, mert azért azt nézzük már meg, hogy... Hozzuk el neked a küldetésedet, nem azt a tíz SCU cuccot. Igen, mert a hajóval meg akarom próbálni, tudod, hogy a hajónak a traktor beamjével be tudom-e mozgatni. Na jó, akkor ezt megnézzük még, rendben van. Jössz, Macs? Én itt vagyok bent, itt állok a pilóta fülke mögött. Nem tudom, miért ott állt kint a karakter, már látom. Nem tudom. Kár, hogy nincs egy harmadik ülőhely itt. Le tudsz ülni az ágy szélére, mert már csak nem lean-elni tudsz, csak hanem szit, ja, le is tudsz ülni. Ja, tényleg. Akkor jó. Eltekeredtünk egy kicsit. Na jó, nézzük a hajódból, Macsek. Nem baj. Ez már úgyis örök az enyém, úgyhogy... Profi pilóta vagyok, ne aggódj. Megoldom. Jó, ez. Nincs is ez a probléma. Max újra életük. Mi ez? Na, nyílik a hangárától? Nálam nem nyílik, az animáció nem játszódik le. Akkor Macsekkel kérni engedélyt. Ott van, Gateway Granted. Beülsz te, és te kérsz engedélyt? Mindjárt megnézem, hogy így tudok-e, ha itt kérek engedélyt, hogy az ágy szélén ülök. Na nézzük-e, kapok-e engedélyt. Nézd fel a tető, a hangárajtóra. Nézem. Nem, így nem, így se engedi. Na jó, hát akkor... Akkor gyorsan cseréljük helyet, és akkor... Jó, tulajnak kell beülnie, ja, tudom. Ajajaj... Mondjuk ezt amúgy most... simán megoldhatnák, ezt is amúgy. Most az én hangáromat nyitotta ki egyébként. Igen, simán megoldhatnák. De remélem idővel meg is fogják, mert ez borzasztóan bosszantó. Macsik, ennek a lézervonó fejének van módváltója valami, vagy csak... Őszinte leszek, még nem próbáltam ki. Úgyhogy most te leszel az első, aki ezt kipróbálja. De akkor abban a hangárban is hova megyünk? Ott is neked kell majd kérni azért? Figyelj! Leszállási elvileg tudsz kérni. Jó. Hát megnézzük. Nézzük. Ja, legalább most kipróbáljuk ezt is. Oké, nézzük meg ezt is. Akkor irány vissza a... Űrállomás. Az űrállomás. Az űrállomás. Azaz Banja pont. Jó magyarosan, igaz? Azaz Ganja pont. Az meg ízésen Tahitin van. A Tahiti raszták. Nemrég néztem meg a Bad Boys 4-et amúgy. Jó? Persze, nagyon jó. Nekem tetszik. Könnyed, olyan egyszer-kétszer nézhetős. Olyan, mint a többi. Én azt még nem néztem meg. Én az Alien Romulust. Azt mondtad, hogy beteg állat. Az beteg. Az,
azt mindenféleképpen meg kell nézni most. Aha, szóval igen, csak az első ilyen baráti hajó lehívás, aha. Hogy az szívós. Ja, mert innentől kezdve már az én hangáromba fogunk menni, értem. Bármi is történik. Imádom a Crusader hajó hangját. Na ja, jó kis ropogós. Rotyogós, ropogós. Az után égetőt még rákapcsolod a pluán. Akkor rákapcsoljuk egy kicsit. Hát. Remélem az Zeusnak is ilyen hangja lesz. Biztos. Biztos az is. Eresi hajó lesz, úgyhogy. Igen. Úgyhogy. Ó, láttátok valamelyik nap a videót róla? Egy 2-3 másodpercet? Ú, de jól néz ki, hogy ott áll a leszálló pályán. Aha, nem láttam sajnos. Ah, nagyon jó. Csak egy kis ilyen szösszeretet mutattak, hogy pont bezárja a hátsó ajtaját. Ez ilyen szép fehér a hajó. Ó, de gyönyörű. Ja, már nagyon sokan fenik a fogukat rá, nagyon sokan vásároltak szerintem Zeust. Hát nekem ott van ott a sajomba, úgyhogy én már az első lap próbálhatom. Nagyon akkor helyes. Megjelenik. Hát én a Citizen Cont várom, mert akkor kapom a Polarisomat, és az is nagyon-nagyon baszó lesz. Uh-huh. Az is jó lesz. Hát még hogy? Persze. De esélyes a 4.0-ra? Mindenképpen vagy kiadják az... szerintem. Ma nagyjából kész van. Hát szerintem is, hát... Már azért már múltkor is azért, amikor mutatnak a belsejét azért... Már az is a szürke... Minek nevezi? Szürke izébe volt már? Fázisba? Ja, a Greybox. A Romulusról én is úgy vagyok, hogy hát nem nagyon szeretem az ilyen félelmetes filmeket, és nem is tudom, hogy... De az Alient meg szeretem, tehát hogy egyszer biztos meg fogom nézni, kitámasztom gyufaszálakkal a szememet, és akkor végignézem. De jó, jó. Jó, egyetlen egy jelenet van benne, amit jaj. Én nem értettem, hogy ezt miért így oldották meg, de na. Jó. Kellett a hatásvadász. Kb. Én erre tudok gondolni. Igen, hatásvadász üzemmódot bekapcsoltál? Igen, hát mert tudod... Így volt egy pici jelenet, ahol ilyen csöpögős, röpögős részére vették a figurát, és... Jó, nem lövöm le a poét, mert majd szerintem észre ja, fogjátok be. Ez, de biztos amúgy igen. Nem, persze. De amúgy... Nagyon brutális. Jól el is van magyarázva az első rész is, hogy kapcsolódik ehhez. Ja, a 8. utas? Igen. Meg tudom, milyen fura látni a mostani technikával, ugye ahhoz a korhoz való berendezést a hajónak. Jól néz ki így, azt igen. Mondom. Igen, tehát a monitorok, ahogy kapcsolnak be. Igen. Az a 70-es évek stílusát, amikor ugye készült a film, hogy a modern technikával megcsinálta, jó, látványos. Kíváncsi leszek. Ezek... Na hát megint ijeszgettek ezzel, hogy átadják a helyünket egy másik felhasználónak. Szóval egyszer biztos meg fogom nézni, de jövő héten ha lejár a karantén, a karantínó, Quentin karantínó, akkor meg megyünk a Deadpool és a zsomákra, az biztos. Na, az a másik legyen durva film. Azt is nagyon jól eltalálták. Állítólag kell vinni sok zsebit, mert síros, röhögős. Ja. Hát igazi Deadpoolos. Én mindegyiknek szerettem a humorát. Na csak most Ship Traktor Beammel akarod? Láttad már mit szó? Ja, meg akarom próbálni. Aztán ott egyet behúzok, és akkor meg átadom nektek is, ti is próbáljátok. Ja, novemberben, vagy igen, novemberben IA-én. Bocsánat, összekevertem az IA-ét a Citizen Connal, elnézést.
Igen, november. Ja. Tehát év végére várható a hajó, amúgy igen. Bocsi. Átvágtam saját magamat. Akkor ugye karácsonyi ajándék feeling lesz. Az akörül lesz, igen. Egy hónap korábban. Nálam egy hónap korábban jön a Micu, a Mikulás. Pillanat, csak áram alá kell helyezzem megint a hajót. Ja, igen, igen, oké. Okay. Áram alá tudod helyezni onnan? Nem, át kellett üljek a pilóta ülésbe. Okay. Ja, nem kellett volna kikapcsolnom az Energy-t. Hát... De ez is a... Igen? Butaság. Miért nem lehet átkapcsolni a másodlagos izébe, a székből is? A másodpilótának miért nem lehet kapcsolni a hajó rendszereit? Nem igen. Tudom. Nincs még kidolgozva semmilyen rendszer ám itt, tehát azért vannak ezek. Nincsenek még ebbe az izébe a kártyarendszerbe, meg... mi az Isten? Ebbe a... Jó, lehet, hogy ez még nem nagy feladat, azt lehet, hogy pippak megoldják, csak még az nem ez a fontos. Nem tették át ebből a hálórendszerből, hogy mibe. Hát, hogyha a másodlagos ülésben vagyok, akkor ezek csak az object konténerekben nem tették át még. Tehát még nagyon... Nem adja izét a remote turretet, nem tudok belemenni. Nem át, tényleg? Ja, nem, itt már a jobb klikket is nyomom rajta izén a gombon, akkor bejön a körmenü, de csak retract van, meg deploy. Ne, próbáljátok meg valaki. Gyere, megpróbálom én, akiket itt pakoljátok. Figyelj, nézd meg, hogy nincsen navmódban a hajó. Lehet, hogy csak az SCM gázmódban fog működni. Ülj át az ülésbe. És tedd be SCM gázmódba, mert én navmódba tettem le a hajót, ez így van. Úgyhogy biztos, hogy navmódba lesz. És akkor az SCM gánba lehet majd. Ja, Navigation Flight-ba van. Tedd át. SCM Gun? Igen. Oké. Okay. Space Combat Maneuvering, és már ott is van. Már ficereg is a lézered. Igen, hoppá. Már... Hoppá! Jó, akkor... A deploy akkor megy le oda alulra, és akkor látsz rá jól. Oké, és oké. Na akkor, pöffented? Igen, most macsek ül bent. Mindjárt csak... Na jó, véletlenül kiszállott. Na mindegy. Jó, a teszteljét majd kipróbálom. Yeah. És ezen a sinen tudod irányítani a lézert, hogy hova igen, akarod? Mert hogyha retract van, akkor a hajónak a hátán van fönt. Ha deployolom, akkor most fogom mindjárt deployolni. Deployold, és akkor nézzük meg, hogy mi az itt. És akkor most megy le. Igen, látjuk. Itt van. Itt van. Na, kis cuki. Aha, várjál, lehet, hogy retracton kell lenni, és akkor... Na most benne vagyok a turretben, most látom. Valahogy az kellene, hogy viszem le, mert most a hajónak a hátán vagyok. Mert most tudom nyomatni a izét, a lézert, csak igen. Az a baj, hogy föllül vagyok, hogy most... Igen. De az a baj, hogyha ledeployolom, lemegy alulra, akkor nem tudsz lézerezni. Akkor meg nem tudok lézerezni, akkor nem megy bele a izébe a... Nincs remote turret. De akkor hogy a tökönbe tudod a remote turrettel betenni az árut ide a hajóba? Hát ez az. Akkor ennek mi értelme van? Ez az. Mert most a deploy, most elvileg mozgatom le. Elvileg le kellett, hogy menjen. Igen, itt van lent. Itt van lent. Ez így rendben van, de hogy itt... Várjál, most beadta... Oké, most beadta a remote. Ez az, igen. Na. Adj neki, tigris. Görgess befelé. Húzza? Nem. Mi nem egyelőre csak fel-le mozgatod. Csak fel-le. Igen. Pedig görgetek, de... Alt plusz... Lehet, hogy kicsikét... Alt plusz görgő, mint a bányászatnál. Aha. Köszövör. Na? Be tudod görbíteni? Be is, tök jól rálátni az egészre. Az. Na gyertek, próbáljátok ki ti is. Na kiszállok, ezt próbáljátok ne, csináld, ki. Csináld.
Na, pakoljad nyugodtan. Jó, mindjárt várja, mert már közben rányomtam, hogy kiszállok. Ne, nyugodtan pakold, én segítek neked ide. Tolom az arcodba ezeket a dobozokat, hogy közelebbről kelljen elvenned, ne kelljen annyit forgolódnod. Csak úgy láttam, hogy lassan fordul. Szóval ki lehet kapcsolni az altos hülyeséget a menübe? Hogy ne kelljen altot nyomni miközben. Na így még nem pakoltunk, ez így nagyon állat. Szóval micsoda? Igen, igen, alpusz gögő. Kikérdezzed nem, hogy mi a franc baja volt. Mi a fájt, amikor ezt kitalálta. Jó, kibászba ott van, aha. Hát akkor nincs nagy baj, csak csináltak nekünk még egy kis feladatot. Fogtam az utolsó doboz, bocsi. Jó, semmi baj. Ez így nagyon állat. Igen, igen. Jól néz ki, ahogy így pakolgatod. Igazi Star Wars, innen, Star Wars innen film. Bentről a hajóból is jól néz ki egyébként. Jaj, de jó, halljátok, ez a bukha. Megint itt van ez a izé hang, amikor váltod az izét, a módokat. Aha, tökéletes. De ez úgy ráncigálja az egy tonnás egyes CO2-s konténert, mint a szart. Az jó. Hajót nem lehet vele húzni. Nem tudom, hogy... Az űrbe. De biztos, hogy ez nem arra van, hát alapvetően nem arra van. Ez nem a vontató, igen, a rafton van ilyen... beam. De egyébként szerintem későbbiekben majd azért ezekre is föl lehet hackelni egy-egy ilyen vontató beamet, nem? Ha azt nézzük. Ha. Lehetséges, hát ez már csak rajtuk múlik, hogy ilyen modulárisra csinálják a fejlettséget. Ezt a modellt, ezt jó lenne, ha ezt megcsinálnák a C2-re is, így saját magad tudni rakodni. Milyen állat lenne már? Ja, úgyso? Igen. Oké. Hát, hogyha pakolni akarsz, akkor menj a hulcére, azon négy ilyen traktor bimba. Na. Azon ennyi, van. És akkor mehetünk. Ja, az SRV, igen. Az SRV tud vontatni. Becsuktátok? Nagyon jók vagytok. Igen. Na, a hangárok újfajta használati módszert kaptak ezekkel a féloldalas beállásokkal. Mindig az jön, ami még nem volt állítólag. Jó. Ez tök jó volt, ez így nagyon, ez tök jó, ez nagyon tetszik. Nekem is nagyon tetszik. Teljesen magával ragadott az a játékélmény. Mi lenne, hogyha odaengednél arra a 18-ra? Nem engedsz. Hát igen, ez... Sajnos, pedig aztán még szabad szemmel is látni a város. Ott nincsen semmi útba. Van egy 101-ös SCU-s küldetés is. Innen az űrállomásról. De vannak itt szép küldetések. Vannak. Na most... olyan, mintha nálam be lenne valami útvonal. Igen, amúgy ez sokkal gyorsabb, hogyha mi is használjuk a kézi beamjeinket, csak ugye mi most nem használtuk.
akárhogy húzom, akár trükközök az egérrel, nem sikerül. Te beírod. Keresőbe elkezdett megvan, beírni. Megvan, megvan. A keresőből működött. Hát én már csak a keresőt szoktam írkálni. Uh-huh. Én ezt a régi módszert már elvetettem. Egyébként igazad van, mert látod, az működött. Előbb-utóbb minden apró zegzugot megjegyzünk. Aztán már keresőbe már csak írjuk be, aztán tűz. Ja, a tűz csúcsú. Na, ez a 400 az elég lesz. Amúgy, észrevettem, hogy itt az éjszakát is egy kicsikét világosították. Úgy, hogy milyen király? Nincs. Robi. Úgy, hogy nincs az a full sötét. Igen, ez itt nekem is feltűnt. Ugye az előbb is, hogy mentünk az űrállomással, hiába árnyékban van, vagy takarásban van, látni az űrállomást. Aha. Ja, nem. Régen... Réges semmit nem láttál belőle. Igen, tök fekete volt az egész. Egyébként az a valóság hű, mert az űrben nincsenek ilyen árnyékok. Ott van árnyék, vagy nincs árnyék. Jop. Tehát ott, ha beteszed az árnyékba a kezedet, ott az eltűnik. A hold árnyék is ilyen. Persze, csak néha idegesítő volt, hogy azt se láttad, hogy hol van és hol visz. Dádác. Ja, hogy aha, szinted eltört a játék, hogy nem volt inved. Hát igen, nagyon... Nagy változás ez, és ugye elméletileg ez a Q1-be jött volna most 24-be. De sajnos nem jött össze a Q1, de azért kiizzadják magukból azért az év végére, talán a 4.0-át is. Reméljük. Hát adják karácsonyra. Az volna a legjobb. Karácsony vagy új évre. Igen. Hát előbb-utóbb meg lesz. Csak a déli szünetre. Pont a hangáron fölött vagyok. Bagge? Nagyon jó. Már most átlakom SCM gázba, jó? Hogy ne kelljen itt kapcsolgatni. Visszafelére kipróbáljátok valamelyik őtök a hajót, hogy így milyen rakni. Ja, amúgy tényleg így van. Ez még mindig 323.2, csak át van nevezve 324-re. Fifikásak. Mi volt a kérdés, Kovi, elnézést? Hogy visszafelére valamelyik őtök próbálja-e így a hajónak a traktor beamjével? Én vagy... nagyon szívesen megpróbálom. Na, próbál. Akkor áramot neved le, hagyd SCM gámba. Igen. Nekünk is van itt egy storage-ünk hátul, igaz? Persze. Elméletem minden hangár így van megcsinálva. Hogy átlóban van a hangárok. Mondjuk lent a bolygó felszínén, ott csak egy hangár van. Egy izéhez. A leszálló pályához csak egy hangár nyílás van, vagy lift nyílás. De hát azt ott kényelmesen rá lehet fordulni. Persze. Pont szembe. Öcsém, nagyon jó. Akkor áramot nem veszük le, hajtóművet leállítjuk. És akkor én is be tudok innen remotolni, igaz? Át kell üljek? Igen. Akkor itt cseréljünk helyet. Most... Ja, te lögdösök? Ja, én mentem oda, hogy a liftet fölhívjam. Hát én csak azért jöttem ide, csak nem tudtam mindig megnyomni a gombot, hogy valaki mindig ellökötsz. Meg hol van a remote turret?
Jobbra, és a retracton nyomsz egy jobb klikket. Jobb. Jobbra. Ott a retract, nyomsz egy jobb klikket. És enter remote turret. Igen. Ez most elvileg, ja várjál, ez most, ja nem, most lent van eleve. Most lent van. Aha. És ugyanúgy az izéval a Q-val tudod kapcsolni ilyen direkt módba. Nyomva tartom a Q-t? Nem, hát csak megnyomod ugyanúgy, mint a célzásnál, tudod. Igen, megvan. És akkor mozgatod most, akkor nézel befelé. Megvan. És akkor Alt görget. Most nem áll. És a joystickommal akarja irányítani. Bezavar a joy. Nem engedi. De mivel húzom be akkor a joystickkal? Ne szórakozzatok már velem. Ezzel se. Lehet, hogy erre nem most kéne rájönnem. Mert ez mind nagyon szép és jó, csak nem tudom, hogy melyik az. Na jó. Jöhet valamelyik vállalkozó szellemű. Macsek, megpróbálok? A joystick-beállításokat nem tudom ehhez. Majd megpróbálok, menjél nyugodtan, Kovi. Csináljad. Nem, akkor gyorsan a... ezéval. Na jó, akkor kijövök innen. De akkor... Na, pucceráljuk ki, ezzel az kész. Ti rendezzétek arra a gridre, én innen pakolom ki. Mit gondoltok? Jó. Úgyis jó. Akkor már itt vagyok, egyet megfogok. Persze. Szóval én is nagyon bíztam ebben az évben, gyakorlatilag. Visszatérve. Mert ugye nagyon ígérték, meg nagyon szeretnék bízni a CIG-ben, nagyon szeretnék hinni nekik, meg nagyon szeretném, hogyha igaz lenne, amit mondanának, de sokszor a tapasztalat ugye az ellenkezőjét mutatja. Egyébként nem rossz ez a patch, meg nem rossz ez az egész dolog, csak ugye nem ez volt megint kommunikálva, és általában ez a probléma velük, hogy más kommunikálnak, mint amit tesznek, meg ahogy teszik. Igen, hogy nagyon nagy elánnal ígértek mindenfélét a Citizen Coron, így van. És akkor abból sajnos nem lett nagyon nagy eredmény eddig. Nagyon game changer ez a hangár, nagyon game changer ez az egész 3.23.1.2, vagy most hát nevezzük akkor 3.24-nek. De gyakorlatilag ugye a Q3 végéig ígérték a 4.0-át, az is egy bazin egy game changer lesz. Én nagyon bízom benne, hogy azért sikerül nekik kiadni az évben, és akkor azzal lezárhatjuk ezt az évet szerintem azzal a 4.0-ával, és akkor így én velem ezzel kiegyezhettek, mert én azt gondolom, hogy ez nagyjából így lesz, hogy majd decemberben még simán PT-úzunk a 4.0-án, és nem lesz live serverem majd decemberben valamikor. 2017-ben is a 3.0-át decemberre izzadták magukból. Nem volt egy évig patch 2017-ben. 2016. decemberben jött a 2.6.3, és 2017-ben a 2.6.3 volt egész évben, és nem volt másik patch. Na menjünk el C1, vagy C2 spiritet venni, vagy mit? Jó. Ja. Csak le kéne tenni a hajót, igaz? Majd mindjárt, nem tudom, megnézzük, hogy én el tudom-e rakni. De elméletek el tudom rakni. De állj be vele rendesen a lámpára, mert ez így nem jó. Az a...
Na, jó lesz az, Gyugi. Nem kell ezt izélni. Hát jó, mindegy, én elmegyek. Hol tudom megvenni akkor ezt a csodát? Hol lehet venni alkatrészeket a hajóhoz? Astro Armada? Igen, és ott már, igen, és ott mellette van ez a... régen ilyen hajóval kirakva. A híd előtt van egy nagy bejárati ajtó, csak most nem tudom mi a neve annak. Tudom, tudom. Hát az alkatrészes fölött... Igen. Ahol van a kiállított egyszemélyes... Mi az, versenyhajó, vagy mi az? Igen, tudom már, hol lesz az. Ha már mentünk a múltkor a Beam reményébe, csak Astro Armada, igen, köszönöm. Astro Armada. Az a shop. Igen, arról a Dumpers Depot. Igen, akkor azzal kevertem a Dumpers Depot-val. Na, hát akkor kocogjunk. Maci, bent van már játékban, vagy még tölti? Maci, az elvileg... Tessék? Ja, el van veszve, de elvileg nekem már küldött friend requestet. Nekem is küldött. Itt balra tartsunk. Itt is van a trem, gyertek, futás, futás, futás. Két másodperc, gyerünk! Ezt nem hiszem el! Nem baj! Így van! Le, hogy beálltatok volna az ajtóba, azt... Kizép... Koppantál a félvédőt! Foghattuk volna neked az ajtót! Pedig tartottam neked az ajtót! Nem baj, majd legközelebb egy laserpointerre, majd játszunk a cicával. Azt úgy is szereti. És akkor gyorsan betereljük vele azért a trembe. Régen anyám hülye macskáit állandóan szétszivattam azzal a 2000 forintos kínai lézerrel, amit a bucsóba vettünk mindig. Hát az parádé volt. És akkor volt olyan... Igen, az a bokos ügyedés. Ja, ilyen. Ja. Az embert inkább fejbe kéne vágni, nem hogy ne lesántuljon. Ezt ilyenkor meg nem tud bejutni a trembe. Ja, szóval akkor azok a kis lézerekhez lehetett még volt olyan, az már nagyon extra volt, amihez volt ilyen 6 vagy 8 vagy 10 ilyen fej, még pluszba, és mindig különböző ilyen figurát világított, hát az Isten császár volt, én voltam az utcában a király ezzel a lézerrel, annó. Ja, ilyenek voltak nekem is régen. Szerettem nagyon. Maga az eredetivel szinte hasonlóságig megegyező izék, mit tudom én, scooter kazettákat, meg mindenfélit lehetett ott venni. Mert abban biztos voltam, hogy nem volt eredeti, de nagyon jól megcsinálták, hogy úgy látszódjon, mintha az lett volna. Azt hiszem az Our Happy Hardcore-t vettem még a bucsuba először, nagyon régen. Nekem Dr. Albán volt. Az volt az első majdnem eredeti kazettám. Az jó volt. Na mennyi pénzzel szálljunk be? Mennyitek van? Én 8-6-nál vagyok. Mindjárt megnézzük, mennyibe kerül. Macsek, neked nem bírtam átküldeni, de elmentek Sainak, meg Kovinak van elég pénze. Ugye, megnézzük aztán. Hallod, itt mondja nekem, hogy blokkolok egy aktív flight bait. Mi van? Ilyen hangglitchek vannak azért még, azt lehet észlelni. Ja, tudom, így lehet vele játszani, igen. Na, hanyos vagy? $18,9 millió. Hát nekem van 24, simán meg tudom venni. És még marad 5 millió 654 ezerem.
Hát azzal majdnem tele lehetne pakolni. Ja. De ugye most mi csináljunk howlingos küldetést, csináljunk még egyet, ami egy kicsit nagyobb, és pakoljunk be egyszerre, nem? Persze. Oké, meg vagyunk, mehetünk. Én itt várok a vasútnál. Megvan a baby. Na igen, és most erre kíváncsi leszek, hogy akkor most a saját hangáradba ezt be tudod-e kérni, van az a rész. Hú, mi labazd meg, ez te voltál? Hú, befingott a kutyám, gyerekek. Hú. A kurva életbe. Hát elméletek azt mondták, hogy akkor minden a nagy hajódban mindig a legnagyobb hajóhoz igazítják a hangárt. Hát igen, igen. Csak az elején, amikor bejött így ez, akkor még arról volt szó, hogy majd a te valódi pénzért vásárolt hajóidhoz fogja igazítani a hangáradat, és hogyha ingén vásárolsz egy hajót, ami nagyobb, mint az a hajód, amit rendesen megvan neked, akkor azt ugyanúgy fogod tudni még lekérni hagyományosan, mint ahogy most jelen pillanatban még a live-on. Értem. Hogy azt a privát hangáradban még nem tudod majd lekérni, és akkor majd... A legnagyobb hajódat? Igen, és akkor majd utána fognak majd idővel majd átállni rá. Na, akkor a karma visszacsapott, a karma visszacsapott. Ja. Visszakarmolt a karma. Visszakarmolt csak a karma. Csak nem bezárult az ajtó. A matyuk a karma visszakarmolt. Miau. Miau. Hú, rohadt élet. Hát ez épp, hogy túléltem ezt a bődületet. Na, a kutyák már éljenek. Nagyon rég volt rá példa, hogy egész nyáron kín van a kisasszony. De hát... ja, fluid, egész fluid a játék, igen. Mi is örülünk neki. Majd ha átkerül live-ra, majd ne aggódj, nem lesz ilyen. Mindig az szokott lenni, hogy összeszarja magát, meg 20 FPS-sel, 30 FPS-sel rosszabb, meg minden. A PTU-ra valahogy tök jól össze szokták rakni, és ilyenkor, amikor ugye átkerül live-ra, akkor vannak gondok általánosságban. Hát nekem most jelenleg ilyen 40 FPS-em van. De, vagy két nappal ezelőtt ilyen 5-6 SPS-en volt itt Area 18-ba. Aha. Nem tudom mit csináltak, és másnapra megjavult. Most ugye hangáradra visszatérve. Hát vannak ilyen dolgok, amik így jönnek-mennek, ilyen bugok, mert azért gyorsan javítják őket. Nekem a tegnapi verziós PTU az még itt A18-ba is ilyen erősen 60 pluszos volt az FPS, de volt, hogy fölugrott 90 fölé is, ott merre hogyan mászkáltam, nagyon fluid volt a játék. A mai update, ami a ma hajnalba jött most azért a PTU-ra, nekem ez most katasztrófa, tehát ez most ilyen 30 környéki, és ilyen teljesen darabos nálam, tehát rossz nézni az egész. Nekem annyi élőjében látom, hogy nálam meg tök fluid az egész. Ja, nálam tök fluid, igen. Nem tudom, mi lehet az oka. Pedig majd szét kell kapnom a gépemet, mert elkezdtek írogatni nekem indításnál, hogy úgy érzékelő, hogy a 8 pines csatlakozóból csak 4 pin megy be a processzorhoz, és hogy valamit csináljak vele, mert nem árt neki, de nem tud elég cox benni, tehát teljesítménycsökkenést okozhat. Úgyhogy szét kell szednem a gépet, kihúz, bedug, kifújkál belőle a por, minden, úgyhogy erre majd időt kell szánnom. Csak most már streaming nem akartam. Lógott a belem, úgyhogy... Úgyhogy nekem meg ilyen gond van a géppel, pedig ez össze lett rakva, és ez így van azóta, amióta össze van rakva, és soha nem volt ilyen gond, akkor most nem tudom, mi lehet a baj. Remélem, nem kábel problémám lesz. Vagy netán a laplap. És nem tudja fölvenni a feszültséget belőle a tábból. De nem csak akarok... hallábbal kelt fel az alaplap, boríts bele egy kis adag kávét, hogy ja. Felkeljen. Ja, az jót tesz neki. Hát ja, nem tudom, majd meg kell néznem. Ha nem működik a varázslat, akkor majd el kell vinnem a PC szervizes havaromhoz, aki megnézi. Kiméregeti, vagy bármit, nem tudom, csinál vele. Viszont azt nézem, hogy a szomjúságunk is egész jó, meg még az éjségünk is egész tűrhető ahhoz képest, hogy most már mennyi ideje is vagyunk bent?
1 óra 27 és fél perce. Na, akkor a macsek hangárjába kell menni. Jaj, én most hozzád, nem, a tiédbe kell menni. Az enyémbe, igen, bocsánat, igen. Én meg itt vagyok, nálad vagyok. Elméletek szerintem ebben a nagy hangárba simán be kell menjen a C2. Ez a lárcs hangárba bemegy? Ugye nekem a legnagyobb hajóm, ami pénzért vásárolt, az 200 méter hosszú. Úgyhogy én kaptam egy lárcs hangárt. Hát akkor abba bőve, hogy bele kell, hogy férjem. Belefog. Ja, te már, te már itt csöveskedsz. Az nagyon jó. White Spirit, C2, Starlifter. Ott a C2. Ez ideig is volt. Ja. Igen. Na nézzük. Most milyen csönd van. Ja, nem, csak ide kellett jönni. Most beindult. Ott van a szépség. Ott. Igen, mert live-on... Nem, live-on van nekem C2-m. Nem volt, nem PT-m volt C2-m, bocs, igen. Na most jöhet az igazi nagy howling küldetés. Befutom. Hát ide még a Polaris is el fog férni szerintem. Bőven. Akkor én előről fölmászok. Mindjárt fölveszünk egy küldetést. Jó. Akkor most már elméletek meg lehet adni a küldetést? Osztani? Igen, mert én már nem egy küldetést csináltam, hanem többet. Na, az jó. Ezt az ajtót még mindig nem csinálták meg? Nem. Ja. Megcsinálhatnák. Pedig volt egy patchben, amikor működött rendesen. Igen. Igen, volt olyan, én is emlékszem rá. Az ajtó viszont jó, gyorsan nyílt most. Igen, ez hál' Istennek. Kicsit jobban reagál. Ja, hogy itt csak két szék van. Ülj le. Ja, már a másikban van a... Másik cégben van. Na jó. $14,000 van. 85 SCU alumínium. Balgini pointról. És akkor az L1 White Forest-re kell vinni. Ez jó lesz, ugye? Jó. Mondjuk így kezdésnek. És akkor megy az osztás. Oké. Sereltem, jó? Oké, nekem megvan. Nekem is. Csá, mi picsi. Kösz a követést, és köszönöm a feliratkozást. Szia, üdvözöllek, csá. Akkor gyerünk, begyújtom a hajtóműveket, és hadd menjem. Hm.
Na, és akkor elméletileg... nyílunk. Van egy kis glitchünk. Jó. Ki kellett hoznom a kamerát ebből az évből. Jó, de kinyílt. Akkor emelkedünk. A nagy dög. Ennek a hajónak annak idején nagyon magas volt, hangos volt az ambientje. Azért nem szerettem egyébként. De bejöttél és elsüketített a hang. De akkor menj ki a F4-el a külső kamerára. Azt hallgass a szép hangját. Ja, így tényleg durva. Ennek hogy is rogytam. Adok egy kis kakaót neki. Most aránylag jó. Hát régen a hangár, vagy a rakodótérben nem lehetett egy idő után megmaradni, mert már fájt a fejük. Igen. Olyan zaj volt benne. Ezt én is észleltem, meg a korábbi streamjeimben még említem is. Ugye, amikor játszunk a hajóval is konkrétan tényleg megsüketültünk, meg szinte a hangomat is elnyomta, tehát nagyon durva hangos volt tényleg. Na ez az, kiértünk az atmoszférából. Itt van egy bazi nagy légy, lámpámon hesszel. Hát nézd a streamet! Ja. De majd le Mr. Miyagizom a közelemben részkedik. De nem, ami nem jön ide, az a szerencséje. Tehát tudja, hol a határ. Tudja. Elég volt ránéznem így szúros tekintettel. És örökké beleégett mind a száz szemébe, hogy nem jövünk ide. Na, látjátok, hogy milyen világos így most a terület? Igen. Mennyiben jobban lehet látni így a űrállomást? Igen, az űr a háttér az olyan kicsitön zöldes most. Igen. Mondjuk ezek a futófények jók, hogy a hangárhoz mutatnak. Vajon mekkora hangárt fogunk kapni? Ezzel nem lehet annyira rohanni ezzel a C2-vel, mert különben nem tudsz megállni, olyan, mint egy ilyen lenkerekes autót belendül be, azt nem állítod meg. Gyorsan kinyomod a... Szia, hello! Ahogy hívják ott a leszálló talpakat, rögtön meg el. Ja igen, az a space az a basefake. Na, itt large hangárt kaptunk ennek. Az lesz ott a miénk. Csá, Zoli! Hop. Az űrbe azért virgonc. Csak a légkört nem szereti ez a nagy dög. Hát most így egész jól megy amúgy. Nem akarom le vagy elkiabálni. De eddig még nem volt semmi olyan gondunk a játékkal, ami kedvünket szekte volna. Ó, te szépen bemegy. Be. A rutin is ez a évek már megvan. Hát ez... A magánéletben is így megy, srácok. Aminek be kell menni, annak be kell menni, tudjátok. Elfér ez a hajó?
Mondjuk lehet, hogy a szárnyával kicsikét menjél majd jobbra. Jó lesz, ott az ajtó, az már elfér a hangár ajtó. Ha, így jó is. Picit előrébb. Potty. Ez az. A festéket húzd le az orráról. Mit nyittak, az elejét vagy a hátulját? Hátulját. Hát, hátulját, igen. Sikerült? Biztos, hogy jól vagyunk? Igen. Akkor csak az engine-t állítom le a traktorbeamhez. Ja, kicsit porzott. Hát ez van, látod. Itt most leállíthatod, mert mert nincs traktorbeam. Ja, ennek nincs traktorbeamje. Pedig azt gondoltam, hogy ennek aztán tényleg lesz traktorbeamje. Na enne, ezt mondtam, hogy ennek jó lenne, hogyha ennek akkor így csinálnál. Egyet előre-hátra. Ide a mennyezethez is simán lehetne az a mélyedésben, hogy egy futósint, ezt tök jól mutatna. Itt a mennyezeten tényleg ott lenne itt bent egy futósin, hogy elől vagy hátul van, és akkor úgy tudsz pakolni, nem a tetejére megy. Igen. És akkor az bent van. Szép kis jó szárnyas. Vagy elő használod, vagy hátul, ahogy te akarod. Esetleg kettő, hogyha ketten pakolnak. Mm-hmm. És akkor alapjáraton meg egyik elő lenne, vagy másik hátul, vagy behúzódna középre, de itt ezen a fekete részen. Most mutatom. Ez az új hangár, Zoli. Például itt ugye most már úgy vannak küldetések, ez az új küldetéstípus, amit csinálunk, ez a Howling, hogy itt van ez a teherlift, és akkor a warehouse-ból innen fel tudjuk hívni a küldetéshez kapcsolódó konténereket, és azokat el kell vinni innen A-ból B-be, és B-n meg lerakni, és akkor úgy tudjuk érte fölvenni a pénzt. Például ez az egyik új típus. Fölfér? Fölfér. Jó, itt vannak a különböző méretű konténerek. Felküldöm a liftet. Mennyi fér be a liftbe? 896 SCU. Most is ez van szerintem, hogy most P2 jobb, mint PU lesz. 10,1 tonna egy ilyen ládika. Aha, ezt mindenképpen nagyjal kell fogni. Hova tegyük? A végébe? Mehet a végébe, persze, hogy kényelmesen be tudjuk szórni a többit. Viszont ez a jelzés már itt tök jó. Aha. Oda, az is már jó. Jézus. Jesus. Na innen be tudom húzni, ez jó. Ja, de nem tudom, merre van Zsóti barátunk. Hát biztos egy családdal van. Biztos, persze, hát. Más programja lett, hát nem baj. Kobi, fogsz egyet? Ja jó, most már látom. Igen, egyet már hozok. Hopp, ez félig sikerül csak. Az biztos. Na, most miért nem fogja meg? Használt tudnám venni sokszor. Jó, így akartam. Nem fogja meg a konténert. Biztos? Hát egyiket se tudom megfogni. Igen, van ilyen bug. A totya már belefutott ebbe, hogy nem tudott mindent egyszer elvinni, majd visszajövünk érte akkor. Egy kicsit ezt meg tudtam fogni, ezt engedte. Jó, a nagyok bebagolódtak. Itt van egy közepes. Akkor ez két keres lesz.
Jó, mi jó nézni, amikor más killódik. Egyszerre ketten nem bírjátok megfogni? Jó lesz így, én most, jó lesz. Várjatok, én most egyet megtudtam, mert ott van most. Oda raktam. Meg ezt is megtudom. Mindjárt megnézzük. Hogy így működik-e, hopp. Sikerült? Ja igen, közvetlen mellé álltatok? Nem, Kovi ott volt és nekem például akkor nem engedte. Akkor nekem se, de bejöttem ide mögé és elvettem innen a kicsit. És utána és jó így lett. Meg, így meg ah. Utána jó lett. Na meg akkor engedi. Jó. Akkor megspóroltunk magunknak még egy utat. Ja. Na szépen lepakolva, a hajó kiegyensúlyozva. Így van, figyeltünk a balanszra. Így van. Ahogy az kell. Az lesz még szép óka, ha azt behozzák. Amikor majd ilyenekre figyelni kell? Igen, mert mondták, hogy jönne majd az is. Az jó hogy móka ha igen, balanszolni kell, mert akkor arra bukik, vagy oldalra bukik, vagy tök mindegy. Igen, tehát ellen kell neki tartani majd. Igen. Jó, de hát az mikor lesz még? Az szerintem jó, nem mostanában lesz. Na úgy látom a létrát ja. Megcsinálták. Na. Apránként majd szépen. Figyelj, amit ígérnek, arra 2-3 évet mindig számolni kell, és akkor utána egy általában megjön. Nekem ez a tapasztalatom velük. Csá, Ridim! Hát Zoli előbb vagy utóbb úgyis kell új gép, mert el fog öregedni a hardvered. Majd akkor játszol vele. De egyébként meg ki lesz optimalizálva, szóval... Szóval ennyi. De hát el is adhatod, ha akarod. Bár én azt nem ajánlom. Azért ez egy jó játék lesz, hogy kijön ám. Meg mondom, az idő neked dolgozik. Ha gyengébb PC-d van, akkor előbb vagy utóbb ugye a Vulkán sem bétában lesz benne, hanem már teljesen fog működni. És ugye azért az sok mindent megváltoztat majd a Vulkan renderer. A hátsó ajtót be kell zárni. Már zárom? Oké, már. Én pedig én rányomtam. Hát nagyjából jó kikalapálták, Ridim. Az az igazság, hogy nekünk most már így közel 2 óra játék után úgy nem volt gondunk még egyelőre. Na? El tudsz fordulni? Muszáj lesz. Sima. Nagyon közel van a nózim, de ja. Mi lenne, ha legközelebb rendesen leparkolnék és nem szórakoznánk így, nem? De az úgy túl izé lenne, standard. Jaj, igaz. Ha már adtak ilyen lehetőséget, hogy el lehet fordítani a hajót, akkor miért? Végül is, de ha hely adott, akkor gyerünk. Na, és hova kell vinnük? Ar kell egy. És már mehetünk is. Jaj, de jó. Stantonnal szembe. Legalább egy kicsit barnulunk. Így van. Kell a D-vitamin. Kell, mert amúgy egész járon ugye kockulunk, aztán ezért nem megyünk ki a napra annyit. Legalább itt barnuljunk. Hát... Én mit azért most barna vagyok, mint a dög. Jó neked? Nekem egész nyáron ki volt égve a fű, és nem, még füvet nyílni sem mentem ki, mert egyszerűen nem volt rá lehetőség. Egyszer nyírtam füvet. Tavasszal ugye elkezdődött, és akkor egyszer voltam ki a nyáron, de tényleg. Szerencsés. Olyan sárga volt a fű, mint a szavannán, bazdmeg. Annyira erősen sütött a nap. De szerintem nem csak itt, hanem itt Fejér megyében egy csomó helyen szerintem, hogy mindenkinek nagyjából. Hát azért itt náluk is az utolsó nagy hőségig, azért itt is azért eléggé durván megrikult a fű.
Aztán kapott ezt a kis esőt, ami volt mostanság, most azért éledezik. Na, nálam is most elkezdett zöldülni, most már szerintem jövő héten le is kell nyírnom. Zoli, azért ne felejtsd el, hogy hiába van olyan konfigod, de azért az egy laptop. Az sosem lesz asztali PC-vel egyenrangú, hiába. Asztali PC-ben azt mondanám, hogy ez egy kurva jó konfiguráció, de azért laptopnál le kell számolni pár százalékot. Eleveszük a watt keresztmetszet, mert nem tud annyit fölvenni a laptopodnak a tápjából. Sanyi, ezt hogy csináltad? Mit? Hogy közvetlenül az űrbázishoz jöttél. Ezt most úgy csináltam, hogy a sárga jelre ugrottam. Aha. És egyébként tök véletlen volt. Igen, mert amikor nekem is sikerült, és nem tudtam elérni, hogy tudtam egyből ideugrani. Mert ha a navigációval jövök, akkor ő mindig megállított, ugye az a... Igen, igen, úgy ugrabugrálni kell, míg betalálsz. Igen. De ez most így rámentem a sárga mi a fenére, markerre, na, az így jó. És arra nyomtam egy ugrást, és akkor idehozott a markerhez. De mondjuk nem tudom, alapból miért nem lehetett volna így megcsinálni, és hogy a navigációs idehoz egyből. Régebben így volt egyébként. Igen, régebben nem volt ilyen. Régebben egyből így volt, és akkor utána vezették be, hogy ilyen 30 ezer kilométerrel a cél előtt így kidob, hogyha űrállomáshoz. És annak most mi értelme van? Nem tudom. Hát... És akkor utána kell kiválasztanod a station. Nem tudom. Figyelj, még ezek is változni fognak. Jó, persze, de... Biztos vagyok benne, hát... hogy változik. Egyszerűbb lesz, vagy máshogy lesz. De alapvetően meg, és mi, hogyha ennek a játéknak a sajátossága lesz, hogy ez így van. Jó, hát ha ez így lesz örök életre, akkor persze nincs ez a gond, mert akkor ez vagyok, ezt megszokjuk. Megszokja az ember, persze. Csak úgy a logikát annak, hogy utazunk x millió kilométert, és még az űrállomás előtt 30 ezer kilométerre meg kell állni. Azért, hogy ide be tudjak jönni. Uh-huh. Igen, ennek nincs értelme. Ez biztos, hogy át lesz faragva azért valamennyire. Mert ez így most tök jó volt, és hogy rögtön ide a űrállomáshoz 25 kilométerre érkeztünk meg. Ez így tök jó. Vajon... Ott van. Meg is van. Ja, ez lenne egyébként a jó. Igen, jön a célpont nélküli kvantumugrás, ami arra fog szolgálni, hogy bármerre nagyobb sebességgel egy bolygó körül majd tudsz jönni menni, és úgy tudsz majd te saját magad bárhova eljutni. Na, az jó, akkor. Igen, ez lesz benne. Ugye voltak már lékek az új kvantumugrásnak a kinézetéről, meg az egész mi a fenéről, hogy háromféle mód lesz. Na, hogy abban is lesz az évben valami. Majd kikeresem nektek a videót, és újra feltöltöm a videókba a csatornámra, ide a Discordra, mert ugye azt hivatalosan nem lehet sehol sem mutogatni. De majd ide feltöltöm újra, hogyha valakit érdekel, hogy az hogy néz ki. Hát Zoli, rád is visszatérve, a asztali PC-nél nincs jobb játékra. A laptop az jó, hogyha van egy erősebb laptopod, de az sosem lesz olyan teljesítményű, mint egy asztali PC. Játékra érdemes desktop PC-t csinálni. De hát kinek a pap, kinek a paplan, hát most ahogy szeretnétek. Vannak azért most már... Hű, bazd meg! Ez mi volt? Hát... Hű, bazd ez meg! Ez érdekes volt. Ez az! Se baj. Ne foglalkozzatok ilyen apróságokkal. Itt vagyunk, itt vagyunk. Ja, hál' Istennek nem volt robbanás. Annak örüljünk, nem? A jó kis láthatatlan dolgok. Az oszt, igen, így. Az anyja parasztja. Hát ja, az így rendben van, így van. Hogy nem robbanunk fel. Volt egy kis glitch, aztán jó idő, de nem baj.
ezekkel együtt lehet élni, ezekkel a bugokkal. Én csak azt nem bírom, amikor értelmetlenül halsz meg és buksz mindent. Tehát azok a bugok, amik miatt meghal a karaktered, az nem jó. Hol vagy, Kobi? Ja. Ja. Lejjebb értem maram. Jó, jó, oké. Csak nem láttál a látikától. De futok, és akkor szórom be, vagy ne? Ne. Innen közvetlen tudjuk pakolni. Na legyen így. Lehelytettem. Jó. Azért van súlya a rohadékoknak. Mhm. Jaj. Úgy. A lényeg, hogy rendesen menjen be oda a helyére. A múlnak az első villája megy é. Pász piros. Nem néztem. Fiúk, ti néztétek a bult? Nem. Nem. Jannak mi van az elejével? Nem múloztam soha, nem nagyon bányáztam mullal. Talán Totya tud neked erre választ adni. Ugye te kérdezted? Ó, bagge. Micsoda koreográfia, gyerekek. Jó, ennyi nincs több. Oké, küldöm le a liftet. Gondoljatok bele, ilyen C2-es Herkules tele izével, droggal, az bármikor rajtuk üthetnek. Na ott milyen pörgés van akkor? Jaja. Jó lesz majd. No, tök királyság. No. Innen van valamit, amit el lehet vinni? Én az űrállomásról. Küldetésbe? Bajzsinin vagyunk, ugye? Nem. Nem, Arkell egy. Arkell egyen, igen. Igen, 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 igen. Bajzsini. Seraphim. Everus. Arkell 2 van itt egy, Arkell 5 van, Arkell 2... Ugye megnézem, hogy Boy nekem Genie, is. Bajzsini. Nézem, Bajzsini. Collect Silicon from Arkell 1, White Forest, 89-et kell Bajzsinira vinni. És ott fel tudunk venni akár 3-at is. Ezt elfogadom és megserelem nektek, jó? Jó. Jaj, nem ezt kell nyomni. Mentesser? Akkor nyomok még egyet. Megvan. Nyomok még egyet. Jó, nekem akkor is. Nézzük. Ja, el kell egy, kész van. Ott mi volt a nagy baj az Arkell egyel? Elpukkantál, ha közelébe értél? Vagy mi volt? Arkell egyel? Volt valami gond vele. Ja, nem lehetett szállítani. Vagy leszállítani. Ja, így, hogy mekkora a konténer. Ja, hogy itt ez... Igen. Csá, Günti! Ja, bementél és nem volt hangár. De most már van. Pétium van. Ja, ez jó, hogy kiírja, hogy mekkora a konténer. Hasznos.
Jaj, ne! Jaj, ne! Próbáljuk meg mögül le, hát, ha bejön meg itt, amit az előbb csinált Kovi. Á, megfogta. Ha vagy jó közel kell állni, mindegy. Azt a tanácsot is kaptam már, hogy álljak jó közel, és akkor úgy próbálja meg, úgy hát, ha fölveszi. De igen, ilyenkor, amikor minél többen vagyunk, annál jobb, mert így röpülnek be a konténerek, és akkor itt van, ha van egy kolléga, aki itt rendezi, az annál jobb. Aha. Nem működik, csak közelről. Igen. Oszt munkavédelmi bakancs? Hát persze, hogy van, kisfiam. Tökig munkavédelmis izébe vagyunk, felszerelésbe. Ever jelent minket, tudom. Ránk küldi a izét. A UI munkavédelmi központot. Hát csak-csak. Akkor jók vagyunk. Az acélbetkós páncélbakancs az azért bírja az iramot. Azért kell majd a citromsárga gréket, hogy lehessen látni minket, tudod? Mert ki van ám ezt találva? Júj. Jáztam. Oké. Ne úgy, mint a múltkor. Ölögtük egymást föl. Az milyen vicces volt, az nagyon jó volt. Az meg van örökítve egy short videó formájában. Vagy egy highlight formájában a Twitch csatornámon, azt nézzétek meg. Ez ám a brigád névre hallgat a videó. Ja, lehet, világító felert, így van. Azt hiszem, itt ez a max, aha. Ja. Az nem sikerült ilyen jól. Ezt mondtam neked, Totya, írtam is a Facebookon, hogy majd a gyakorlat teszi a mestert. Na, most annyi megkapta a kis csomagot. Mitulát Báti Hotta? Ja. Tiéd oda az anyja kurvai szentségét. Na ennyi. Oké. Nagyjából ezt már mindegy, hogy volt a szemle. Innom kéne egyet, úgy látom. Nekem is, és pont azt próbálom. Az alt H most nem működik. Ne, tényleg? Pedig ezt akartam pont villantani, hogy az alt H most milyen fasza. De akkor nem villantom, bazzeg. Hát legalábbis nálam nem működik. Nézd meg, hogy én nálad jó kéje. Most a létráról is lecsúsztam. Várj egy picit, mindjárt. Nézem. Valaki tudná nekem mondani egy inni valót, mert ezt természetesen nem hoztam magam. Persze, gyere fel, itt vagyok a... Itt vagyok. Itt vagyok, szabad. Nálam is van. Ide kirakom magam elé, vedd el. Jó, oké, köszönöm. Egi, megvan? Meg. Oké. Várjál, csak alt H. Nekem működött az alt H. Nekem nem. Akkor csak te vagy megtisztelve ezzel most, Kovi. Igen. Úgy látom. Na most mit mondtam neki? Hát ez csodás. Várjál. Nem rövid izét nyomtam. Szemetelhetünk a hajódra? Legyen. Egy kukát azért vehetnél van. Hát előbb vagy oda biztos.
Hát nem próbáltam a kézbehúzást, mert... Nekem ment sima. Ment, jó. De ugye... szedd össze a PET palackot, 50 forint. Megszoktam, hogy, ugye leteszem a földre, és már onnan iszok. Nem, ez maci, ez most 50 SCU. egy palackért 50 SCU jár. Ja, és akkor keresünk egy repontot, mi? Ja, kell keresni egy repontot. És megnézem, hogy a kezébe tudom-e húzni. Mert ugye ez régebben működött, hát működik. Jó, nincs baj. Bükszik már, jó, király. Az üvegekből majd ki lehet rakni ilyen szép formákat. Ja, kéne tekegolyó is lehetett a kézire. Például. Csak még ahhoz kell egy pár darab üveg. Vagy flakon. Hát összegyűlne a szamar a játékban amúgy. Na oké, okay. Akkor vigyük Bajjinre, ugye? Igen. És most megnézzük, hogy megint működik-e a kiváló módszer, hogy akkor a markerre nyomom a gombot. Egyébként igen. Sokat segítene, hogyha lehetséges lenne ez így. Ott kijelni, hogy ki tud venni egyből a tatyóból kézbe. Ezt a hangot, öcsém. Ez jól ment. Imádom. Majd a Polarisnak mi a hangja lesz? Hú-hú. Bele sem elég gondolni. Úgy látom, hogy nem elég, hogyha itt van a marker, akkor jelölnöm kell a térképen. Mi a quality of life, igen. Ja, hogy hova férne el? Hát kell venni ízét. Kell venni makroszható cuccot. Egy stream decket, vagy valamit, aztán az elintézi. Pont Kovi küldött egyszer be egy olyan TikTok videót, amiben a srácnak 3 darab stream deckje volt, és minden stream deck gombra volt egy programozott ilyen cucc. Igen. Az jól lehetett mind megjegyezni. Nem, mert a Stream Deck-en tudsz kihelyezni a gombokra ikont. Persze, mert kis kijelzők a gombok. Ja, értem. Úgyhogy emotokat, mindent be lehetett rá makrózni. És nagyon állat volt. Bármit bemakrózhattál rá, mindent. Ami nekem itt van a joystickon, mindenféle gomb, azok is mind bemakrózhatók voltak. Uh-huh. Seat, meg, tehát hogy a leülés, vagy a use, vagy az, mit tudom én, az összes imót egy gombra, minden imótnak külön gombja volt. Meg voltak a szakmákhoz való gombok programozásai, meg minden, szóval elég komolyan be lehet ezt így lőni. 3 Stream Deck XL, igaz, hogy az majdnem mennyi? Hát majdnem 300 ezer forint. Vagy 250 ezer inkább a 3 Stream Deck, de aztán utána már nem lesz gondod soha. Annyi gombot kapsz rá, és akkor akár még lehet egész billentyűzet is. A Game Glass, igen. Igen. Hát az nekem, az itt van. Egy tabletem meg egy telefonon a Game Glass amúgy. Csak amióta megvan a joystick, azt használom, azt nyomkodom, de ugyanígy itt van nekem a Game Glasson. Azért szoktam használni a Game Glasson ezt a csúszkát, hogy hova húzzam az energyt a hajón. Meg egyébként van itt ilyen decoy, meg launch missile, meg scan gomb, meg mindenféle ilyen low fügy. Van egy social fül. Amit most nem tudok megnyitni valamiért. De ilyen is van. És akkor gyakorlatilag
bármit így meg tudok nyomkerászni. Ha van hozzá sárdom. Nem is Bajzsinek kell mennünk, hanem... Pedig azt írja Bajzsit mond, csak szerintem a bolygó túl a másik oldalán van. Lehet. Ja, mert OM pont, igen. Akkor már helyben is vagyunk, oké, rendben. Direkt nem megyek gyorsan ezzel a nagy ladikkal, mert... Zsolati turná neki ezerre. Hát, én nem tudom, én szeretek vezetni. Amióta megvannak ezek a joystickok, meg ez az egész cucc, az annyira kurva jó vele repülni. Nem kell annyira szétfeszíteni itt a dolgokat. Hm. Csak lazán. Maradj lazán, fűt a kazán. Bam! Na, kicsit alulról megyünk. És rákapcsolok azért. Hám 20. Adtál neki hám 20-at? Hát azért jött vissza az a nagy büdös szivola. Anyjuk. Az megvan? A South Park? Amikor a séf nősülni akar, vágjátok. Na, nem mai epizódom úgy. Totyának meg, hát gondoltam. Totya az hasonlóan művelődött, mint én annak idején. Ez jó, ez közös bennünk. Mert mi fiatal korunkban a 320-as BMW-kre mondtuk mindig, hogy H20-as. Pont ezért. Szóval nekem azóta a 320 az H20. Az bárki bármit mond. Az a lényeg, hogy te érted. Én értem. Kész. Na jó, majd megkeresem ezt a jelenetet, és akkor ezt is bevágom a videókba, az off-topicba, mert... Ezt srácok, ennélkül nem hallhattok meg, hogy ezt ne látnátok. De lehet, hogy, jó, az egész, csak... lehet, hogy az egész epizódot letudom majd. H20. Ez be. muszáj művelődni. Én is folyamatosan tanulok a fiatalabbaktól. Hát most tessék, most lehet az öregtől is majd valamit tanulni azért. Öreg, az már nem szaroz már. Hogy micsoda? Na ez... Öreg Rozmár nem szaroz már? Az biztos. Micsoda szójáték. Valaki nagyon brillírozik. Kell egy kis idő a fogaskerekeknek, de hogyha megtalálom az információt a káposztalébe, akkor előjönnek a hülyeségek. Én is így vagyok vele. Sokszor a fejembe jutnak a dolgok. Igyekszik az ember. Tudjátok, fiatalság, bolondság, öregség, hülyeség. Na így van. Lehet, hogy kicsit sebesebben jövök. Pedig pont középvonalban vagy, úgyhogy pont jó vagy. Hiába. Miért neki? Top Gun pilóta vagy. Top Gun, így van. A rutin meg az évek. Nekem kellett volna az olimpiai lángot elvinni, vagy a zászlót. Nem a Tom Cruise-nak. Látjátok. Azért látom, söprögetni nem kell. Nem kell. Ezzel felsöpörtünk most megint. Totya az elsőnél kiszúrta, hogy izé van. Hogy micsoda koszt hagytak itt. Valaki lenyújta a takarítónőt, mi? Jó. Hát ha megérte, akkor biztos, hogy jó.
akkor adom. Vigyel takarító nénit. Tudjátok, meg is énekelte egy magyar együttes. Kiestem a hajóba. Jaj, ne. Kő textúra hiba? Jöttem le a lépcsőn is. Túlestem rajta. Jó, de itt vagy. A hangárban itt vagyok, vagy, persze, jó, csak... Akkor jó, ne ijeszges. Jó, de nem sérültem meg, hál' Istennek, úgyhogy jó vagyok. Na, jó van. Na, csipogás már maradna abba, te jó lenne. Ja, mert ez egy szuperwoman, egy szupernő. Hoppá, egy kicsit eltájoltam magam. Na mindegy, most már büszkén vállalom. De várja, nem, mert ez a fele az. Ójj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 
De hát akkor mi lesz? Baboly. Le kell tölteni. Berohanok ezzel, mint Zrínyi. De ő kirohant. Hát nézőpont kérdése, nem? Ja. Jó, igen, át kell nevezni a live-ot Pét úr, és akkor utána le verifyolod az egészet, és akkor kész, és akkor nem 16 gigát tölt le, csak 12-t. Azzal is beljebb vagy, ha ennyire számít. Nem. Úgy, de zörög valamelyik, te jó ég. Én elejtettem. Gurult utánad. Láttam egy ilyen mémet a neten, hogy reggel mindenkinek tökkusba kell otthon lenni, de amikor az anyám izét keveri a kávét, az meg felcsilingeli a kanállal az egész izét. Bandát. Mert egy papagáj üti a kanalat a Chase széléhez videóba. És az van ott. Na, ezt gyorsan kiraktuk. Dobókocka. Majd vizé, fújunk rá pöttyöket. Hát igen, egy dobókocka, csak ilyenkor szokott felrobbani a hajó. Ja, amikor itt din-din-din-din-din, paaak. Nekem amikor a C1-esem így robbant fel. Pedig nekem most a nagy konténer az úgy gurult, tehát... Nem simán csúszott legalábbis az én szemszögemből, hanem rendesen gurult. Úgy csinált, mint a honvédség. Ami szögletes, az gurítod, ami meg gömbölyű, azt meg cipeled. Igen. Így van, ez így az. Olyan imádni való dolog volt ez. Nem baj az. Na, következő küldi, mehet? Mehet, de innen egy csomót fel tudunk most venni. Jó, hát. Nézzük. Akkor még egy howling mehet. Ez most baromira megjött nekünk, ez a howlingos cucc. Jaj, offers. Na még egyszer. Collect carbon from by genie point. 9 SCU carbon. Collect aluminium from by genie point. 103. Arc 2-re kell vinni. Ezt vigyük. Jó. Azt mondja, hogy Collect Steam from by Genie 14. Ezt meg Arkel 3-ra kell vinni. Ez 11k-t ad. Az 13k, 14k. Nem, ez nem minden van Collect. Hát igazából... Neked csak 24 küldít, ad nekem meg 63-at. Na, még nem csináltam eleget. De azok lehet, igen. Processed food from by Genie, és akkor két helyen kell adni. Vigyünk egy ilyet is. Jó. Mert el akarok menni ilyen kicsi ízékhoz, Shubi Mining Facility-hez. Na, ja, egy bolygó felszínére? Oké, menjünk. Aha, ja, nézzünk meg egy ilyen holdasat is. Oké, akkor a 103 most ezt van trekkelve,
Mindegyiket megosztom, jó? Ment az egyik, most, figyeljetek. Oké, megvan. Jó, megy a másik. Megvan? Még egyszer mehet az osztás? Most már igen, most már ez is megvan. Jó. A 103-as megvan. 103, ez meg 8 SCU. Jó. Hát nem, mert 8, meg 15, 19 SCU. És akkor igen, ezeket kell majd elvinni. Collect. Innen by general, és akkor lerakás. A Shubit Mining Facility, SAL 2, SAL 5. És akkor az ort meg elvisszük. Lively Pathway Stationbe. Ami nem tudom hol van, de majd mindjárt kiderül a térképen. Csináljuk akkor ezt először, jó? Ez egyszerűbb. Tehát ezt fogom akkor jó. Kihozni. 103-as? Igen. Oké. Okay. Hát figyelj, szenvedés a szenvedés. Mi szenvedünk helyettetek. Hát, ugye a 32-es SCU-s katott be. Hát, ha. Na most, Ever, hogyha két küldetés van felvéve, akkor amelyik el van fogadva, csak annak a küldetésnek a dobozait adja, igaz? Aha, a szövegből olvastad, hogy max 8-as lesz. Na megint. Szaladhatunk értük? Ja, mind a kettőt megkaptam most, értem. Most oda kell figyelni, hogy mi az anyámat viszünk. Mert itt hátul vannak kis konténerek. Az lesz akkor a kis küldetéshez. Jó, én ezt a nagy konténercsomagot előre viszem, jó? Jó, én is. Akkor tegyük az vigyük az alumíniumot először. Na most ugye a hajó hátuljánál vagyunk, de én ezt előre teszem. Az ort, magyarán szólva. Hát, mert a kicsiket tesszük ki először, ugye? Hát ezt akarom kitenni először, ezt az ort. Akkor meg majd úgy kell a... De hát a hajó elejével megyek akkor a másik felére az izének. A hangárnak. Jó. Oké. Okay. Igen, azt láttam, hogy ketté van szedve. Oké. Okay. Tiszta sor. Csak közelről, mi? Igen. Hát csak közelről. Lehet, hogy valakinek ott meg kéne állni és ide a rámpához elsvizélést, akkor nem kell itt szaladgálni. Akkor én oda mozgatom, ti meg akkor rakjátok. Rendben, csak. Akkor már elviszek magammal egyet, ha már itt vagyok. Nem lehet látni ezektől a dobozoktól. Nem látni, érezni. Így van. Tedd vagy, de tedd, de ne próbáld. Az öreg, az öreg jodamester. Jó, 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 jó. Jaj, ne. Jó, oké, megvan. Oké. A frász. Kivert a frász egyből. A zöld genyó mester, tedd vagy, de tedd, de ne próbáld. Az jó. Az, persze. Tudod, mi az erő? Nem. Hát a sötét oldalon lévőknek nem áll föl. Az erő a farkadat jelképezi. Ez megvan? Na igen. Aha. Na.
A mester beküldi azért a Luke-ot a kocsmába. Piros Marbit, fiam. Meg sört. Kovi, nagyon közel rakod ezeket a dobozokat, és ide... Na igen, csak innen nem látom, hogy hol van a... Hát, javaslom, hogy nézd... Konténerhez viszonyítva az eleje. Nézd azt, hogy hány méterre teszed. Vagy várj, mindjárt itt maradok, és akkor megmondom, hogy nagyjából mennyi az annyi, és akkor ott látod, hogy hány méter az a távolság, Kovi, ami jó. Figyeljed a konténernek az árnyékát. A földön. Igen, azt most néztem. Na. Az ott nem jó. Azt még tolt be oda középre, de izomból. Na, bent van, nem vagy? Vagy még beljebb kell vinni? Jó. Ez a max, itt el lett tolva egy... Nem. Akkor ez az utolsó alumínium? Nem, itt van még kisebb konténer. Ez a már másik küldetéshez való. Ez már a másikhoz? Az a másik, igen. Az egyik helyen 8-at, a másik helyen meg 11 konténert kell lerakni. Az L5-ön meg az L2-ön. A Shubin Mining Facility-be. Úgyhogy ez teljesen külön sztori lesz. Tehát elméletileg ami az egyik szállítmányozási célpontra kell, az ott van előle, ez meg hátul lesz. Egyébként ha az R betűt, mint Robert lenyomjátok, a low beltet, akkor tudjátok forgatni menet közben a konténereteket itt magatok előtt. Az egérrel. Tehát a régen is így működött. Igen. Csak ja. Azért mondom, ha valaki nem tudná, pedig ti tudjátok, de érdekességképpen, hát ha a kedves nézőknek érdekes lehet. Ja, úgy igen, persze. Igen, mondjuk a 32 tetsziós konténereknél ott azért figyelni kell erre. Igen. Ez 4 tonna. Közgünti. Igyekszik az ember így vénységére, tudjátok, hogy van ez. Ó, ez közel volt. Na, még nem tudjuk, de inkább hanyagoljuk ezt a témát. Nem bírod a kritikát? Nem, csak még nem érzem magam olyan idősnek. Ja, hát te nem vagy még olyan idős, mondjuk még én sem, csak pofázok, tudod. Csak teszem a dolgom, jár a pofám. Gyere kis táska, bugizzunk. Na most, ezeket jól meg kell majd tudnunk különböztetni egymástól, hogy mi rejlik. Valószínű, hogy ez a kettő lesz, ez a három lesz egyforma. És ezek lesznek egyformák. Az talán még ide sorolható ezekhez. Igen. Kész vagyunk? Kész vagyunk. Elvileg igen. Jó, akkor megyünk oda. Ja igen, aha, bárki tudja hívni a liftet, ha megvan oszva, küldi. Igen. Tehát nem feltétlen kell nekem lemenni a liftbe a cuccokért, hanem bárki lemehet. A parti hát igen, tagjai közül. Igen, aha. A kapitány pihen a székébe. Így van, én innen nyomon követtem, hogy ti hogy dolgoztok, így van. De már csak egy ostor hiányzik. De én szeretem kivenni a részem a munkába, srácok. Nem olyan fábú faragtak engemet. Remélem azért egy titkárnőt fel lehet majd fogadni. Na, már megint az eszed honvan, látod? De igazad van. Ha elég profitot termel a cég, lesz titkárnő.
Megígérem. Készen álltok? Miért? Az első rámpát fel kéne húzni. Nincs. Hát vagy jól lesz ki így is. Várjál. Majd a kvantum becsukja, nem? Hát, vésős arra, igen. Kitolatsz? Most az lesz. Meg a hátsó valami lenyílik. Most mindent kinyitok. Majd én ezt mindjárt becsukom. Várjál, nem kell. Most az első csukva van? Nem, most nem, az, is van. Az is nyitva van. Rendben. Jó. Várunk, várunk egy picit. Leért az első, leért a hátsó, mindegyik leért. Úgy. Igen. És most mindegyik becsukódik. Na, kész is van a művelet. Hova kell ezt nekünk vinni? 2,8 gigaméter, tehát nem ide. Arkel 2. Ez nem Arkel 2, hanem ez... De a 103-asot viszik először? De, akkor az Arkel 2? Igen, mert nekem az van kijelölve. Arkel 2, ja! Valami történt. Engem valamiért kirakott a hajóból. Engem is. Kim vagyok az űrbe. Én is. Ja, én is. Ah, ez mekkora szellőztetés. Ha, 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 ha. Azt mi van? Most a hajóban lett, te elvett, hogy mi? Be kell osonkodnom. Csak bérelted a hajót, nem vetted? De vettem, te. Lejárt a bérlet. Á, szevasztok. Nagyon egy kupacra tett ide minket. A két Stark Kitten és Alexaba. Na és itt hol lenne? Hát a multitool-lal tudod magad húzni a bázishoz, nem? Armistice Zone? Jogos. De figyelmeztetés nélkül ilyen gyorsan. Én nem tudok mozogni. Se előre, se hátra. Én tudok haladni előre. Nekem nem halad. A mobiglát sem engedi. Na szép. Így leszállás engedélyt nem kapunk? Valamelyik hangárba? Így nem. Egy landing padre kéne menni. Hát igen, csak az iszonyat messze van innen. Egy személyzeti bejáró tehetnének ide mindegyik hangár ajtóhoz. Az ilyenek miatt. De nem is az, nincsen lokál inventory, hogy levetkőzz és öngyilkos legyél. Na szép. Várjuk egy hajót hát, hogyha jön valaki pont... Például ott van valami, innen nem messze, azt elköthetnétek, ha tudjátok. Hol? Hát itt szembe velem, balra nektek. Vagy igen, szem balra. Az a fehérre világító akármi? Az mi, igen, az mi. Fehérre világító akármi. Ja. Én csak egyet látok belőle. Így nem tudok zoomolni. Kicsit. Ez egy Starfarer.
Na lőd le a point, épp tippegetni akartam, hogy nem egy hóember. Valahogy úgy kéne csinálni, hogy egy olyan hajóval rám tolattok és felszedtek, mint valami ízét, nem is tudom mit. Hogy ha hajóba bejutok, hát ha úgy észhez tér a karakter. Jó. Na szurkoljatok, srácok, hogy összejöjjön. Nekem tudod, hol van respawn? Úgy tudom, hogy Grimhexen hagytam a respawn pontomat. Egyébként az ilyen helyzeteket, ezeket szeretem úgy megoldani, hogy megpróbálni a legjobbakat kihozni belőle. Tehát lehet, hogy most az lesz, hogy megvárom, hogy srácok összeszedik azt a hajót, és ráfarolnak az arcomra, és akkor utána, hát ha bent a gravitációban ez így megszűnik, ez az anomália. Mit gondoltok? És amúgy most elméletileg a C2-es benne lesz az áru? Ha már most elvette alóluk? Elméletileg benne lesz. Mert akkor elméletileg így a küldet, vagy jó, nem bukjuk még a küldetést. Nem, mert amíg nem lesz server recovery, addig nem bukjuk a küldetést. Bár állítólag azt is megcsinálták, hogyha a server recovery után visszaáll a küldetés is. Ja, kiszedte alulunk a játék a C2-t. Robi, az történt. Micsoda, basszus, Günti Orionja, ahogy elrepült a monitor alján, azt hittem igazi volt egy másodpercre. Pedig de jó lenne már azt is, mikor ígérték. Bizony, bizony. Legalább ilyen pixelhajóink már vannak. Egyébként a mikrobi meg az én Polarisommal megy, úgyhogy... Bizony, Günti, nagyon kiváltságos vagy. Na, hány kilométerre van az a hajó tőlünk? Nekem itt távolságot nem ér, úgyhogy... Na, de úgy értem, hogy látszatra. Már lát... Remélhetőleg el tudjátok kötni, mert akkor nem kell berepülni. De amúgy padra kéne menni, igen. Padot már látok. Itt van előttem. Egy landing pad? Jó, egy kiló, igen. Igen. Hát nekem is eddig ez a tapasztalat, hogy sajnos a szerver elvonál annyira küldinek. Viszont... most még nem volt, úgyhogy lekopogom. Egyébként igen, az lenne a legjobb, hogyha egy saját hajót kérnétek és azzal szednétek engem itt össze. Oké. Okay. Rajta vagyunk az ügyem. Csak nem túl magasról menjetek a pad fölé, mert akkor etestek, mint az ólajtó. Á, igen, igen, akkor azért fontos a mission refraktor. Meg akkor azért fontos, hogy ez is a... Na mondd már, elfelejtettem a kártya nevét. Mindjárt eszembe jut. Transit, igen, transit reflektor. Igen, köszönöm. Az is akkor az új kártyarendszerhez fog csatlakozni, és akkor teljesen más lesz a közlekedésnek a... Tehát mire számítsunk szerinted? Mert én szerintem... Á, franc, jött valami hang, azt hittem, hogy tudok menni. Szerintem egy kicsit olyan lágyabb lesz, meg olyan smoothabb lesz az egész közlekedés. Nem fognak a vonatok pörögni 360 fokban a sinen, meg ilyenek. Ez biztos kiküszöböli ezt. Meg keresztbe mennek a... New Babbage-nél is keresztbe megy a vonat a sinen, meg ilyenek Lorville-be is. Meg az Arkorponat remek is izélnek, így remegnek, meg elindul a trem, és akkor egy ott marad, egy meg elmegy, és akkor egyik kicsúszik a másik textúrájában, meg ilyen baromságok vannak. Ja,
Ja, 4.0, mint egy kortyvíz, mint egy falat kenyér, már úgy kéne. Csak hogy legyen jó. Helyzetjelentést kérek, fiúk. Hogy kb. 200 méter a pattól. Jó. Már látjuk a fényt az alagút végén. Hogy de jó, Istenem, de jó. Micsoda, tényleg ilyet csinál Lorvillan a vonat. Kidriftel, aztán felkap. Jézusom. Hát na. Ez az igazi Star Citizen élmény mostanság, srácok. A driftelő vonatok Lorville-ben. Igazából igen, az jobban fájna, ahol hagyna a vonat. Mert hát a vonat nem vár, tudjátok. És akkor jön a kép, hogy a vonat, ott egy vonat, ott egy áthúzott jel, hogy nem, és akkor utána mutatnak egy várat, hogy vár. A vonat nem vár. A szép magyar nyelv. Na, nézzük. Na. Sikerüljön leszállni a padra. Hát csontörés nélkül. Úgy menjél, hogy azért sikerüljön. Alacsony ívet válasszál. Á, sikerült. Ó, hál' Istennek. Már csak Kovi hiányzik, 50 méterre van. Jövök. Hogy én tényleg miért nem tudok innen elmozdulni? Te az borzadály. Én rendesen rá léptem. Aha, igen. Mondjuk én hál' Istennek ezt úgy megcsináltam, úgyhogy ez már így jó. Macsek, te húztál a izére? A staminára? Hogy lesprinteltél? Itt a kék löttyöt. Igen? Ja. Se fel, se le, se előre, se hátra, se jobbra, se balra, de pörögni hát, tudok, meg nézelődni. Lehet, hogy tudod a cicafül, tudod? Hát rajtam is az van. Hát látom. Nyom már meg ezt a lift gombot, vagy én nem tudom mi van vele, mert nekem nem, valamilyen nem hívja ide. Nincs fúvok a ruhámba, és csak ennyi a probléma. Hát ne szívassatok. De hát a forgáshoz is kell fúvóka, nem? Vagy nincs feltöltve az üzemanyaga. Hogy lehet egy olyan elesi ruhát legyártani, mivel nincs fúvóka? Hát ne szívassatok. Hívsz hajót, vagy én hívják, Kovi? Hát te hívjál, mert nekem nincs olyanom. Az év alatt a C1 Spirit-et gyertek ki, értem, és akkor azzal fel tudtok venni, mert egyébként akkor nem bugról van szó, hanem nincsen fúvóka ruhámba. Nekem Scorpius a legnagyobb hajóm. Rosszabb ennék a máját annak, aki ezt is kitalálta, hogy egy űrruhában nem kell fúvóka, bazd meg. De miért nem kell? Kovi, még nem vetted meg a Herkulest? Nem. Na, menjük a média hangárba. Most ezért nézegettem a Reclaimert egyébként, mert van egy Scorpiusom, aztán gondoltam, hogy felupgrade-elem azért a Reclaimerre. Nézd már ki! Sem megint? Nézd már, én nem tudom, most nekem valamiért nem akarja a liftet hívni. Tessék. Na, tessék. De jó. Idő kell neki néha. Ja, babot kellett volna zabálni. Bár egy teljesen zárt ruhába azért az vicces lett volna. Csak hátrafele tudtam volna vele menni, mint a nyakamnál ki tudtam volna engedni a túlnyomást. És nem tudok a sárba hangáromba menni. Nem, itt nincs, csak instanszolt hangárod van, itt nincs personál hangár. Jó, de nekem azt írja, hogy medium hangár. De mindegy. Neked nem írja ki, Kovi? Csak menjetek nekem egy hajóért, aztán hozzátok ide a hajót. Nekem dokportokat ír, pad, meg ezt, padot, és hangár nincs is. Ezt én értem, Sanyi, de én lekertem a hajót, és a medium hangárba rakta le. És? Mekkora és hajót kértél le? A C1-et. De az a médiumból ki tud repülni? Hát én azt értem, de nem tudunk oda menni lifte. Jó, mert a liften csak a docking portokat adja meg a padokat. És hangárt nem ad?
Hangertámad. Gyere, Kovi, ide! Itt már ebbe a liftbe vagyok. Másik liftbe. Nézzétek meg. Igen, már itt nekem már adja a medium hangját. Azaz, jó lesz, az mondom, én érzem. Éreztem a reggeli vizetemben, hogy az jó lesz. Ott valami bug lehetett akkor. Persze, persze. Nem, pixel hibás volt a kijelző. Jaj. Oké. Soha többet nem veszem fel ezt a Venture Voyager ruhát. Soha többet. Ezt meg tudom ígérni. Most ez most mit csinál? Gyere ki! Na jó, úgy látom, itt valami nagy vizé van. Anomália. Igen. Jaj, ne. De a másik liftajtó nem nyílt kép, átjöttünk rajta. A dupla nyílt, vagy a dupla ajtó nem nyílt ki. Liftnél. De át tudtatok rajta jönni a textúrán? Igen. Akkor jó. Akkor az csak egy ilyen izé volt. Ilyen megtévesztés. Átmentetek a vizsgálni fiú padevánok. Az állomás meg akart csak viccelni minket. Így van. Ez lehet, hogy egy szit állomás. Ja, várjál, Macsek, én itt maradok hátul, mert akkor úgy kell rátolassál Sanyira. Tudom, oké. Okay. Majd izével kapd el a traktorbinne. Tényleg, várjál, ki is nyitom. Tudom, amíg én élek, addig a traktorbinne el tudtok kapni? Vagy csak akkor, hogyha meghalok? De mindjárt kipróbáljuk. Szólj, ha kirepültünk, mert akkor kinyitom a hátulját, vagy onnan tudod nyitni? Be van bindelve? Most nem tudom, melyik gombra volt rakva. Jó, akkor addig itt maradok, amíg ki nem repülünk. És akkor kirepültünk, akkor kinyitom a hátulját. Oké. Ez jó lesz. Akkor elvileg indul a Sanyi mentő akció. Na igen, nem tudtok behúzni, mert nem fogja engedni az Armistice Zone-ba azért. Traktorbimet. Akkor marad a tolatás. Simán csak tolassatok rám, és onnantól kezdve bemegyünk, és akkor lecserélem a ruhámat majd a Storage Access-nél. Ja, magánál lévő embert nem, igen. Ezt mondtam én is, hogy nagyjából biztos nem fogtok tudni behúzni, mert még ébren vagyok. Hát figyelj, egy totkos a nyakadra, és rögtön nem leszel ébres, ezt akkor be tudunk húzni. Le kell sokkolnotok. Ja, így nem jó. Vagy Covid teli talppal megbögdösi a táskádat, az hát, ha belandolsz a hajóba. Várj, mert meg kell keresnem, hol van. Itt vagyok szembe. Látod, ott van fúvóka. Jó, most lejjebb, nagyon lassan, nagyon óvatosan. Az följebb van, lejjebb. Balra. Még balra. Nagyon lassan. Jó, állj! Hátra. Jó. Hátra. Igen, egyenesen hátra. Most. Telibe. Még hátra. Ez az. Most viszont be tudtam repülni. Meg vagyok. Oké, köszi. Meg vagy. Igen, itt vagyok. Juhé! Ez az! Tupá! Tudom, most menjünk vissza a bázis, az állomásra? Persze, mehetünk vissza, megnézem, hogy mi van a C2-vel. Oké. Okay. Gyerekek, júj! Hát ez nagyon meleg helyzet volt. GG, kösz! Na, hova kaptam leszállást? Ja, igen. Lehet le kéne ülni az ágyra. Vagy itt maradok a Kovival hátul. Jó, mindjárt lassan már itt vagyok a bejáratnak. Igen, egy kicsikét arra vigyeljetek. Hó, nincs fejem. A fej nélküli lovas. Az álmos völgy legendája. Azt láttátok azt a filmet? Mondjuk az is egy jó kis horrorfilm. Attól is fostam, mint az állat. Micsoda fejetlenség, azaz. Nem mai film, de nagyon jó. Hát ez az.
Jó, leszálltuk. Sir Nikolász vagyok, a fej nélküli lovag, vagy mi az? Pedig neked, én látom, hogy van fejed. Nálam is megvan a feje. Csak nálam, magamnál nem volt a fejem. Nem hordod magadnál a fejed. De várja, ha nem volt magamnál a fejem, akkor lehet, hogy tudtatok volna traktorbimelni, mert nem voltam magamnál egy részben. Tehát lehet, hogy részben traktorbimelhető lettem volna. Ja. Oh. Lehet, hogy csak a fejedet tudtuk volna behúzni. Ja, Alt-H megoldja a fejemet. Lehet. Nézzük meg. És lett fejem. És vissza. Á, csak a sisak teszi láthatatlanná. Menjünk át akkor a te hangáradba. Igen. Nézzük meg a C2-t. Nem tudom hívni a liftet. Gondolom, ameddig a hajó megy lefelé, addig nem megy. Kovi. Én hívtam. Neked jobban. Nem tudom, miért csinálja ezt nálam, amúgy. Ja, nálam, hát nálam lesz most valami gond, mert nálam be van állva ez is, mint a gerej. Na, jön a lift. Nem. Lehet, hogy Arkor felől jön a lift. Ja, Arkorról küldenek egyet, mert nagy a túlterheltség. Kell egy liftpótló lift. Hát most fohászkodás, így van. De lehet, hogy a játék azt akarta, hogy eddig játszunk csak vele, mert a helyzet úgy fest. Én az interakciós nyílomat nem is tudom előhívni, tehát nálam úgy beállt valami. Akkor nem a fúvak hiánya baj, hanem tényleg bugos volt a játék. Mert amikor elkezdtem ott bugolódni a rámpán, akkor már előre tudtam repülni. Lol. Igen, mert egyébként így, ha megnézem, akkor látszik a fúvók, mert itt ez a kettő alsó, ami van itt a mellkasodon, a fekete színű, az például a fúvóka. De azért biztos voltam benne, hogy van ezen a ruhán fúvóka. Akkor más szavakkal megint eltörted a játékot. Csak most éppen eltört a játék, úgyhogy most nem fúvóka van, hanem szívóka. Na jó, van mindegy. Hát így is ráhúztunk mennyit, egy csomót. Majdnem 3 órán keresztül működött a játék gond nélkül, úgyhogy mi lenne, ha most akkor abba hagynánk itt ezt a videót? Emiatt jó, a dolog miatt, mert nekem amúgy is most itt pont elég lesz ez a mai, így betegen, úgyhogy hát akkor nincs más hátra, mint iránymenü, aztán elköszönök. Hú, srácok. Jó, rendben. Mindegy, ez jó volt egyébként, úgy összességében. Jó. Nekem nagyon tetszik ez az új patch, biztos vagyok benne, hogy a live szerveren is lesznek ilyen problémáink, mert lesznek benne bugok. Most a jelen helyzetben a PTU egész stabil és egész liquid, smooth, ez a tapasztalás. Vannak problémák, de ugye alfa verzióról beszélünk, mindig elmondom nektek, hogy úgy kell nézni ezt a játékot, hogy ez még nem egy kész játék, hanem igazából mi csak tesztelünk, megnézzük, hogy hogyan működik és hogyan viselkedik a játék. Hát ma eddig tudtunk játszani, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és köszi, hogyha idáig megnéztétek. Köszönöm nektek is, srácok, hogy itt voltatok velem, és együtt játszhattunk, és nektek is, hogy végignéztétek ezt a videót. Akkor találkozunk legközelebb. Jövő héten lehet, hogy picit sűrűbben leszek, attól függ, hogy hogyan vagyok, de most már szerintem jobban leszek, úgyhogy jövök még egy-két ilyen extrát a jövő héten. Addig is mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok, és találkozunk legközelebb az univerzumban. Sziasztok, ciao, ciao. Sziasztok. Sziasztok. Ha tetszett a videó, kövessd a Twitch csatornámat, iratkozz fel a YouTube csatornámra, és dobj egy lájkot a videóra. Kövess X-en és Facebookon, valamint gyere a Discordomra, ahol folyamatosan frissülő fórumok és események várnak. Találkozunk az univerzumban, addig is, sziasztok!